Ez itt a Vakfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivalszky Mayer Péter. Az én nevem Huszár András. Második héten új vendéget fogadunk, aki az első alkalommal elhozza nekünk egy vakfoltját, amit ő pótol be, majd rá következő héten leleplezi egy olyan kedvenc filmjét, amelyet hálából azért, hogy egy vakfoltjáról lerántotta a leplet, megnézzünk együtt. És akkor itt ül velünk Juhász Viktor. Szia Viktor! Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm a meghívást! Nagyon örülünk, hogy eljöttél. És áruld is el nekünk, hogy mi az a vakfoltod, amit a évadunk kedvéért bepoltoltál. Hát olyan klasszikusról van szó, hogy szinte már itt egy pironkodva fogom bevallani, hogy a Máltai Sólyom, The Maltese Falcon című klasszikus noir filmről fogunk beszélgetni, ami nekem hát egy nagyon-nagyon régóta pótolni tervezett hiányosságom volt. Még az is lehet, hogy nem is teljesen vakfolt, mert ilyen nagyon ködösen, most, hogy pótoltam ilyen, de lehet, hogy csak álmodtam, vagy annyira noir alapműről beszélünk, hogy felrém lett egy dolog, de határozottan volt egy ilyen sonda gyanúm, hogy lehet, hogy én ezt valaha nagyon-nagyon régen elcsíphettem valahol, de ez biztos, hogy nem láttam végig. Szóval teljes vak volt, nagyon örülök, hogy pótoltam, nagyon nem is értem, hogy én ezt miért nem láttam eddig, bár a könyvet ismerem, mert a könyvet azt én már nagyon régen olvastam, szóval ennyivel tudok mentegetőzni. Ez azért elég jó mentség. Egyébként nekem is vakfoltom volt a film, és ugyanúgy voltam vele, mint te, hogy 1000 évvel akartam pótolni. Szerintem, mikor kb. Megjelent a torrent Magyarországon, akkor letöltöttem már, és én akik a Winchesteremen volt. Akkor, tudod, ekkor ez már el is évült, ez a kijelentésed. Ez már nem büntethető. Igen, Sam Spade nem ered a nyomodba, talán. Igen, és természetesen az a fájl, amit annak idején lementettél, az aztán egyik Winchesterről a másikra került, ilyen országok és kontinenseket átszelve, átívelve, üldözted. Még a végén kicsomagoltad, megnézted, és kidőlt egy teljesen másik film. Igen, ez 1931-es, vagy Máltai Sólyomat szereztem bevéletlen. Egyébként például számomra ez most derült ki, hogy volt már egy másik Máltai Sólyom. Tehát már megérte utána nézni. Igen. Ugye maga ez a film, amiről mi beszélünk, az 1941-es és a híres filmváltozat, tehát a Humphrey Bogart főszereplésével, John Huston rendezésében. Maga Máltai Sólyom pedig egy Dashiell Hammett regénynek az adaptációja, ami 1930-as, és szinte közvetlenül a megjelenés után feldolgozták már egyszer, hiszem 1931-ben, majd utána még egyszer egy teljesen másik címen, a Betty Davis-szel, ami... Satan Met a Lady. Igen, és ez elvileg egy vígjátékra hangszerelt verzió, tehát hogy ott kifejezetten... Én sem tudom, hogy ez milyen lehet, bár határozottan elkezdett ezek után érdekelni, mert kicsit óvatosan azért. Igen. Abban valószínűleg nem Sam Spade a főszereplő, hanem a Bridget O'Shaughnessy, és akkor őt játssza Betty Davis, feltételezem. Bár valószínűleg. Néztem utána. Engem egyébként az is meglepett, hogy egyrészt én sem tudtam, hogy voltak korábbi verziói, de engem az is meglepett, hogy nem volt egyetlen későbbi verziója, se semmilyen új adaptáció, vagy remake, vagy reboot, vagy se sorozat, se film, se semmi. De szerintem, hogy egészen Spade sztorikat sem mondjuk. Csináltak ilyesmit sem. Sam Spade-ből, igen, bocsánat, mondjad, azt ugyanazt akarjuk mondani. Igen, hogy azt én is most direkt még az adás előtt megnéztem, hogy volt-e más Sam Spade kaland, és találtam egy ilyet, hogy készült egy folytatás ehhez a filmhez mégiscsak. 1975-ben az a címe, hogy The Black Bird, és az is vígjáték, tehát nem követték a film noir műfajt, és abban Sam Spade fia a főszereplő, Sam Spade Jr., akit a nemrég elhunyt George Segal játszik, akivel Péterrel a Nem félünk a farkastól filmben találkozhattunk, és visszatér benne viszont két szereplője a mai filmünknek, az 1941-es filmünknek, az Effie,
ugye több mint 30 évvel később, és a Wilmer. Tehát, hogy van folytonosság elméletileg. Én belenéztem a YouTube-on, meg csak az előzetesét akartam megnézni, az nincs fönn, viszont a teljes film az fönn van, és akkor így beletekertem. Rögtön az elején narrációval indul, majd erről beszélhetünk, hogy érdekes, hogy ennek a filmnek nincs narrációja a filmben. Én nagyon fura, ugye 70-es évekbeli San Franciscóban játszódik, és akkor így tele van hippikkel már rögtön az első jelenet is, ahogy ott beszólogatnak az utca szélén a Sam Spade-nek. De ennél sokkal szürreálisabb, hogy amikor a végére tekertem, akkor egyszer csak megjelent egy kopasz kisnövésű náci, aki úgy néz ki, mint Walter White, és ő a főgonosza a filmnek, és valamilyen Hawaii inges henchmenjei vannak, akikvel így nagyon jelentős ételesen vonul lefelé egy lépcsősoron, úgyhogy nem tudom, kinek ajánlom ezt a filmet, de eléggé szürreálisnak tűnik. Elég bizarr, így összefoglalva. Én egyébként azért valójában nem ezt akartam mondani, ez egy teljesen új információ volt számomra, mert valójában én meg arra találtam, tehát nem filmes, de igazából nem is teljesen könyves, hogy a Sam Spade-nek ilyen hangjáték verzióban voltak még kalandjai, és ha jól emlékszem, akkor ráadásul úgy, hogy a Dashiell Hammettnek ehhez már nem is sok köze volt, mert szegény Dashiell Hammettet róla is lehetne külön beszélni elég sokat, de hogy hát akkor éppen börtönben ült, mert a híres, hát ez a Red Scare, amikor ugye így különböző ilyen koncepciós perek mentek Amerikában a kommunista gyanús egyének ellen, akkor szegény Dashiell Hammettet így kivizsgálta a kongresszus, és hát így nem volt hajlandó kooperálni, ezért így úgy döntöttek, hogy akkor ő bizonyára bűnös, és hát szegény az akkori előre haladott tuberkulózisát már igazából a börtönbüntetés, ez nem különösebben, vagyis mondjam, segített rajta. Szóval nagyon, nagyon szomorú ez, és valahol belefutottam ebbe, hogy ő ott így, aztán nem tudom, hogy ez igaz-e, hogy a Sam Spade hangjátékokat mégis a börtönben hallgatta, vagy valami ilyesmi. De az is lehet, hogy már előtte volt. Tehát az a lényeg, hogy az ő népszerűségét, ez a boszorkány üldözés, ez eléggé... Nem törte meg. Hát pont a népszerűséget megtörte, őt ja, nem törte meg, hát igen. Igazából. És de hogy közben a Sam Spade meg élt tovább, tehát hogy ez a fajta ilyen kettősség az, ami hát eléggé szomorú. Igen. Szóval így, igen. De valóban egyébként így adná magát, hogy másban is szerepeljen a karakter, de valóban igen. Nem. Mert hogy mondjuk a Raymond Chandlernek a ugye, híres Philip Marlowe-ja, őt azért eléggé sokszor, elég sok formában feldolgozták, azért lepődtem meg, hogy Sam Spade-nek nem volt hasonló utóélete. Nekem egyébként az a teljesen privát elmélet, ami lehet, hogy teljesen hülyeség, de szerintem a Sam Spade annyira az archetipikus, tehát most ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy ő-e az első hardboiled magánhekus a noir irodalomban, de ez biztos, hogy ő Chandler előtt jött, és Chandlerre nagyon nagy hatással is volt a Marlowe karakterének kidolgozásában, és hogy kicsit úgy érzem, hogy szegény Sam Spade az, aki így valahogy lángra lobbantotta az egészet, és utána őt már nem látjuk, hanem az utódait, akik aztán így, főleg a Humphrey Bogart által életre keltett karakterrel összenőve így egy ilyen ikonikus figura lett. Tehát, hogyha szerintem a legtöbben, hogyha egy ilyen noir magándetektívre gondolunk, akkor valahol a Bogart-féle Sam Spade-re gondolunk, szerintem. Vagy a szintén Bogart által eljátszott Philip Marlowe-ra, tehát nagyon jó, hogy a Humphrey Bogart két ilyen ikonikus noir detektívet is eljátszott. Tulajdonképpen teljesen lestoppolta magának ezt a szegmens, szerintem. Igen. Ja, de egy kicsit elkalandoztunk a filmtől. Nem, szerintem nagyon jó, hogy ezeket mondod, mert engem is érdekelt egyébként ez a noáros, a noára kapcsolatos kontextus. Ez a film ugyanis tényleg úgy hivatkoznak rá, hogy a film noárnak, tehát a noár filmes változatának a megteremtője. 1941-ben ezzel indult el, egy kicsit utána én kényszeri pihenőre ment, hogy a világháború ideig nem igazán folytatódott ez a zsáner, vagy nem olyan ütemben.
de aztán a későbbiekben egyébként tele pont többek között magával Humphrey Bogarttól a 46-os The Big Sleep-ben, meg egyéb művekben a film már ez ki tudott teljesedni. Igen, és hát az is érdekes, hogy, nyilván ezelőtt is volt rengeteg bűnügyi film, tehát már a Hays Code előtti időszakban is rengeteg bűnügyi filmet készítettek, többek között azért is hozták ezeket az ilyen filmes illemszabályokat, mert hogy már túl véres, meg túl erőszakosnak, meg túl amorálisnak találták a bűnügyi filmeket, de hogy tényleg érdekes, hogy maga film noir, mint olyan, ami a bűnügyi filmeknek egy alműfaja, az valóban úgy tűnik, hogy a Mátai Sólyom adaptációval teremtődött meg, és hogy szerintem azt is érdemes lesz, hogy így megnéznünk, vagy én most kíváncsi vagyok, hogy szerintetek mik a konkrétan a film noirnak azok a stílusi jegyei, amitől film noir lesz egy film noir, és amik mondjuk megvannak ebben a filmben. Uh-huh. Ez szerintem is egy tök érdekes kérdés. Egyébként mielőtt még ebben belemennénk, csak gyorsan azt azért áruljuk el, hogy tehát 1941-es a Mátai Sólyom, uh-huh. azon belül is október 3-án debütált a mozikban, tehát most kereken 80 éves ez a film. Ez azért nagyon durva. Tehát szerintem rettetesen jól öregedett. Ha ez a 80 év most eddig meg volt így igazából, de most esett le, hogy mondod, hogy 80 év, és teljesen. Ja. Az évadnak majdnem a legrégebbi filmje, amit megnéztünk, és jó, nem tudom egyébként, az még mindig úgy állok, hogy már a podcastnak hála, most már azért elég sok klasszikus bepoltoltam az Old Hollywood érából, de még mindig nem merem kijelenteni, hogy mennyire igaz ez, de hogy így a közvélekedés akkor is az a régi Hollywoodról, az ilyen hollywoodi reneszánsz előtti időkről, hogy azok ilyen porosra vittas filmek, mit tudom én, és azért igazából ez a film, ez baromi izgalmasan van megrendezve, és nem tudom, hogy ezzel kilógja a sorból, vagy csak egy tévhit ez az egész poros avittas képzet a Old Hollywoodról, de erről is beszéltünk majd. De ezzel együtt egyetértek, hogy tényleg nem öregedett rosszul egyáltalán a Mátai Sólyom. Kifejezetten teljesen csatlakozni tudok. Én egy picit ilyen poros filmet vártam, és hát ez minden volt, csak nem poros. Jó, nagyon sok mindent feldobtunk, szerintem maradhatunk még kicsit ezen a filmnomáros kontextus vonalon. Szerintem akkor meg is ragadnám az alkalmat, mert ezeken nagyon tetszett, amit András mondta, hogy mik azok a toposzok, amik felbukkannak itt, amiket aztán később a film noároknak a stílusjegyévé tehát amik a filmnál stílusjegyé váltak. Hát ő szerintem talán a legalapvetőbb, ami úgy gondolom, hogy a legtöbb emberek, de ez már egy olyan szinten beégett kép, hogy nem is biztos, hogy mindenki tudja, hogy film noir toposztról beszélünk. A magánhekus irodájának van mindig egy ilyen tejüveg ablaka, amire mindig rá van írva a neve. És hát ez általában később aztán átlátszik rajta egy sziluett, vagy eljátszanak ezzel, de itt már megkapjuk ezt az irodát. Megvan a magánhekus iroda, természetesen a Golden Gate-re lehet látni, a San Francisco-ban vagyunk. Tökéletes magándetektív iroda. Szóval én úgy gondolom, hogy ezt már elhelyezi, és természetesen a magándetektív itt fogadja a kliást, aki természetesen egy hölgy. Igen. Aki már a kezdés, biztosan titkol valamit egyébként. Igen, már a kezdéssel elhelyezzük ezt a toposzt, ami később aztán minden, nem is tudom, noir klasszikusban benne van, aztán 6000 paródia tárgya lett, aztán átértelmezték, de én úgy gondolom, hogy ezzel kezdhetünk, hogy így megvan maga a figura, mert a figurának a lakhelye, vagy a munkahelye. Igen. És maga a figura pedig bizonyára egy, hát nem tudom, kiégett, de biztosan nagyon rezignált nyomozó, aki nem igazán hatnak meg ilyen érzelmi dolgok, meg nem igazán hatnak meg mondjuk gyilkosságok se, hogyha ugye környezetükben történik. Igen, szerintem Spade karakter érdemes lesz még egy kicsit később beszélni, mert szerintem kifejezetten érdekes. Egyrészt megvan benne ez a rezignáltság, amiről szerintem szintén nagyon sok mindenkinek eszébe jut a magánhekus, de hogy kifejezetten temperamentumos figura egyébként, ami többször elő is kerül a film során, sőt meg is jegyzik, hogy Mr. Spade ez nem egy egyszerű alak. És hát szerintem maga a
tehát én azt kell mondanom, hogy szerintem Humphrey Bogart ebben a szerepében, meg aztán később Marlowe-ként, szerintem ő maga lett a magándetektív toposz ezzel a jellegzetes arccal, öltözködéssel. Ami egyébként azért érdekes, mert a regénybeli Sandspade az abszolút nem így néz ki. A regénybeli Sandspade az egy ilyen magas szőke faci. Tehát így teljesen nem ez a sötét, kicsit talán ijesztőnek is nevezhető borongós figura. Hanem de durva. Más, de sem máshogy néz ki. Ez teljesen ilyen Jack Reacher casting szintű eltérés volt. Ha jól emlékszem, akkor ezt valahol olvastam, hogy először nem is a Bogart lett volna a főszereplője, hanem egy milyen nem tudom, fura dolog ez a hollywoodi hírnév, hogy egy akkor híres színész, akinek én nem is emlékszem most a nevére, lett volna a főszereplő, de nem vállalta el, mert hogy ez ilyen kis jelentéktelen filmnek tűnt. Ez jó. És hát ha Bogartot meg ugye ez repítette így a világhír felé többek közt. Szóval igen. Felírtam, csak nem találtam értelem, de az, akinek eredetileg felajánlották a szerepet, az a George Raft, aki azt hiszem, hogy az eredeti sepphelyes arcúnak volt a főszereplője például. Aha, szóval aha. Akkoriban azért lehet, hogy tényleg nagy név volt. Hát bevallom őszintén pironkodva, de nekem semmit sem mondott a neve. Aha, és szerintem sokan lehetünk ezzel így, utólag is elnézést tőle. Azt írják róla a Wikipédián, hogy az első mondatban, hogy amerikai filmszínész és táncos, akit a leginkább a 30-es, 40-es évek bűnügyi melodrámáiban gengszterek alakításáról volt emlékezetes, tehát hogy abszolút egy ilyen sötét figura lehetett a akkor viszont úgy tűnik, hogy a szándék meg volt, hogy mindenképpen egy ilyen karcosabb karaktert, vagy hát színészt rakjanak egy karcosabb karakternek, mert a regénybeli Sam Spade az nem egy kellemes figura egyébként. Főleg tehát Philip Marlowe az szintén nem egy nagyon kellemes figura, de a Sam Spade ez kifejezetten szerintem agresszív nagyon sokszor a regényben. Tehát, hogy nem egy kellemes fickó. Igen, szerintem ez abból is fakad, hogy a Raymond Chandler lehet, hogy nem tudom, még egy fokkal cinikusabb, mint a Dashiell Hammett, de hogy van benne egy ilyen nagy adag romantika, vagy legalábbis melankólia a Philip Marlowe történetekben, meg a magában a karakterben is. Hemet meg egy ilyen nagyon száraz lényegre törő, kemény szerző, és hogy a John Huston, akinek ez neki is ez volt az áttörés, nem csak a Humphrey Bogartnak. Ő kifejezetten ragaszkodott a Hemet féle szöveghez, tehát nagyon nem akart rajta szinte semmit, vagy minimálisat megváltoztatni, azt is leginkább csak a cenzorok miatt egy-két dolgot így tompított egy picit, de hogy egyetértek, hogy a Sam Spade-ről majd még beszéltünk részletesen, hogy milyen karakter, mert hogy valószínűleg ebből is fakad, hogy egy keményebb és agresszívebb karakter. És itt érdekes, hogy pont ez alapozta meg aztán a magánnyomozó figurát. Igen, egyébként az például tehát szerintem kifejezetten érdekes, hogy a egyrészt szerintem nagyon sokat számít, hogy a noirban, és most itt kifejezetten a könyvekről beszélek, az is toposz szokott lenni, hogy egy ilyen egyes szem első személy narráció van, ahol a főszereplő így tényleg így végig narrál mindent. Ez szintén 70 ezerszer fel lett használva, ki lett parodizálva, és stíluselemmé vált. A Sam Spade történet viszont egyes szem harmadik szemében van. Tehát nincs még meg ez a klasszikus noáros, amit a Marlowe regényekben, meg aztán a 6 millió másik magándetektíve sztoriban megismertünk, és ez nekem, amikor én olvastam ezt a könyvet még viszonylag régen, akkor ez meglepő is volt, hogy akkor ez hogy lehet noir anélkül, hogy per egyben íródna, és hát természetesen lehet, de hogy ilyen szempontból én úgy gondolom, hogy azért látszik, hogy Chandler azért hol tette, hogy nem egy Sam Spade epigont írt, hanem nagyon gyönyörűen vitte tovább. Én bevallom őszintén, hogy én Marlowe karaktere és Chandler munkássága miatt ismertem meg a Máltai Solymot regényverzióban, az eredeti regényt, mert én hatalmas nagy Raymond Chandler rajongó vagyok,
így valószínűleg betudható ez annak, hogy szerintem 12-13 koromban, amikor abszolút nem kellett volna még noárokat olvasnom, így a kezembe került valamelyik ilyen klasszikus sárga albatrosz könyv, ami ráadásul szerint nem is, ami talán nem is az első, a Big Sleep, a magyarul nagyon sok címe van, Hosszú álom volt talán a legtöbbször kiadott verzió, talán nem is azt olvastam, és szerint abszolút nem értettem, hogy mi történik ezekben a könyvekben akkoriban, tehát én Agatha Christie-ket olvastam akkor még, én nagy krimi rajongó voltam, mert ilyen kamaszként, de annyira markánsan átjött ez a fajta noir hangulat, amiről én nyilván nem tudtam, hogy ezt úgy hívják, hogy noir, de az, ami mondjuk a Sam Spade sztorikban is megvan, nem tettük, San Franciscóban játszódik, a Marlowe történetek, a Bay Area, tehát ott így az Los Angeles és környéke, meg San Francisco is betartozik, tehát hogy ezek az ilyen pálmafák, füllett utcák, záporesők, eukaliptuszligetek, vagy nem is tudom, ilyen fenyőfák és kabócák. Szóval valahogy ez így átütött még a 12-13 éves, teljesen nem tudom, értetlenül pislogó kamasz fiún is, hogy ez valami nagyon egyedi. És hát ezután nyilván megpróbáltam mindent elolvasni, ami az alapművek közé tartozik, és így olvastam a Máltai Sólymot. Uh-huh. És abszolút megvan benne ez a fajta noir hangulat. És ezzel vissza is térnék a toposzokhoz. És szerintem azt kell mondanom, hogy vizuálisan itt szerintem ebben a filmben rendkívül sok olyan elemet láthatunk, ami aztán később tényleg kötelező elem lett. Tehát például az árnyékok, fények használata szerintem egyszerűen csodálatos ebben a filmben. És az, hogy tulajdonképpen, erre nem is emlékeztem, de hogy tulajdonképpen szobákban játszódik az egész. Egy-két nagyon ritka külső helyszín kivételével, és mégis annyira feszült, annyira csodálatosan meg van írva és fényképezve, hogy egy pillanatig sem éreztem úgy, hogy ez egy lassú film lenne. Egyetértek. És engem is nagyon meglepett. Én is elszerettem a filmet, de hogy teljesen meglepett, hogy nem egy ilyen utcán nyomozós, nem tudom, nagyon cselekménygazdag, hanem abszolút párbeszédekben derülnek ki a részletek, és tényleg ilyen fifikás dialogusokból pontakozik ki a cselekmény. Ráadásul nem is akármilyen párbeszédekben egyébként, rettenetesen pergő az egész. Az előbb szóba került, hogy mennyire hű maradt John Huston az alapregényhez, olyannyira, hogy én aztán meg is néztem. Tehát a film után összehasonlítottam a regénnyel, és hát ugyanazok a dialógusok vannak benne tulajdonképpen. Wow. Nagyon jó. A Marlowe-val kapcsolatban, vagy hát a Philip Marlowe-val kapcsolatban érdekesség kicsit, hogy bár valóban bizonyára nem Sam Spade epigonjaként hozta őt létre a szerző, de az első film, amelyben felbukkant Philip Marlowe, az tudjátok, hogy mi volt a cím ennek a filmnek? Nem. Szerintem The Falcon nem. Takes Over. Csodálatos. 1942-es. És természetesen nem úgy hívják a főszereplőt benne, hogy Philip Marlowe, bár egyébként egy Philip Marlowe regény feldolgozása, hanem a Maltese Falcon kedvére átnevezték. Hogy legyen benne címben a Falcon, és akkor ez egy érezt, hogy ez egy olyan film, mint a Maltese Falcon, egy ilyen mint a magyar címadók, tudjátok, amikor van valami teljesen random címe az amerikai filmek, és akkor magyarul egy olyan címet adnak neki, hogy emlékeztessen egy másik hasonló film. Igen, ez egy hatalmas kedvenc szokásom a magyar filmcég magyarításánál, igen. Szóval, tehát határozottan megvan ez a rendkívüli feszültség benne, és hogy egyszerűen az hiába a szobákban játszódik, így azt hiszem, hogy szintén noir elemnek mondhatjuk azt, hogy maga a rendezés, az utólag olvastam utána, hogy egyébként nagyon, nagyon durva rendezői, operatőri munka volt e mögött, ami nyilván azért látszik, mert nem látszik. Tehát igen. Csomó ilyen jelenet van benne, amit ilyen egy esnitt az egész, és nem tudom, hányszor próbálták el, hogy zavartalanul le tudják forgatni, és ez az, ami aztán adja ezt a feszültségérzetet, hogy nincsenek megakasztó pillanatok, hanem ott vagyunk, és
mintha ott ülnénk abban a hotelszobában, ahol ezek a szereplők vitatkoznak egymással. Igen. Ami még nagyon tetszik, és szerintem kicsit eltéríti ezt a, vagy eltér a klasszikus noir-tól, hogy Saint-Pierre igazából bár agresszív figura ebben a filmben, itt az a filmadaptációban is a könyvben lehet, hogy inkább agresszív volt, azt nem tudom, de fegyverellenes, vagy hát igazából nem nagyon, tehát nincs olyan jelent, klasszikus viszont, hogy mit tudom én a hat lövetűvel vallatja az ellen, akárkit, hanem hogyha felbukkan valaki a pisztolyjal, akkor neki az első dolga az, hogy lefegyverzi. Igen, hát konkrétan így leüti. Szó nélkül behúz neki egy nagyot, és ezeket meg is lepett egyébként. Ja. Tehát Marló sem, úgy emlékszem, hogy Marlónak sincsen különösebben ilyen nagy, nem is tudom, kapcsolat a fegyverekkel. Ez most nyilván azért vicces, mert hogy ezt így most nem tudom pontosan, mert voltam olyan szerencsés, hogy én lefordíthattam egy Philip Marlowe regényt. Oh, a Farewell My Lovely-t. Köszönöm szépen. Nagyon örült. Életem egyik legkedvencebb munkája volt, egy ilyen valóra vált álom. Mert hogy így újra kellett fordítani, mert nem volt meg a fordító. Aztán később ez megjelent más fordításokban. Képzeld el, hogy a Falcon az pont annak az adaptációja. Erre tippeltem egyébként, rá is akartam kérdezni, és szerintem minden is jutott eszembe, mert hát olyan sok köze nem lehet hozzá egyébként, de azért éreztem, hogy megvannak a párhuzamok. De ez nagyon érdekes, mert én úgy tudom, hogy Chandler az kifejezetten nagy Dashiell Hammett rajongó volt. Tehát, hogy ő így... Aha. És tehát, hogy nem arról van szó, hogy itt akkor ő így fogta és lenyúlta, hanem egyszerűen így szépen vitte tovább ezt a fajta hagyományt, igen. És egyébként, hogy visszatérjünk arra, hogy most akkor a noir elemek, és hogy hogyan jelentkeznek, így, és te igazából én úgy gondolom, hogy ez a könyvben is és filmben is igaz, hogy megvannak azok a karakterek, akiket szerintem egy noir alkotásban várunk. Uh-huh. Mert megvan a nő, aki belibben a magánhekus irodájába, és onnantól aztán így minden felkavarodik, és hullák fognak heverni mindenütt, és ilyen, nem is tudom, ciklonként söpör végig a detektívünk életén. Megvannak a kemény zsaruk, akik természetesen így nem kedvelik a magándetektíveket. Megvan benne a simulékony, ellenszenves, hát hívjuk még mafiózónak, de ugye mindig más alakot ölt. Uh-huh. Itt ugye a Kairónak a karaktere, akit Peter Lorre játszik. Uh-huh. Megvan természetesen a félelmetes, de stílusos, hívjuk mondjuk főgonosznak, akit Gutman, még a neve is Gutman, egy kövér, hatalmas területű kövér emberről beszélünk, és természetesen nem hagyhatjuk ki a magánhekusunk talpra esett titkárnőjét sem egyébként. Abszolút, igen. Aki egyébként Marlónál nincsen, de itt a Perry Masonnél előkerül. Aha. Tehát úgy gondolom, hogy belőle is egy ilyen, kicsit ilyen toposz lett, hogy a talpra esett segítő. Abszolút, igen. Én most pont nem is olyan gondoltam utána, csak így kapásból eszembe jutott így a néhány példa így az Effie-nek a különböző filmes verzióira, olyan filmekből, amikről így vagy volt adásunk a Péterrel, vagy így most is akár szóba jöttünk még adásról. Például ott van a Hitchcocknak szerintem több filmje, a Vertigóban is van egy ilyen klasszikus ilyen sidekick, ott nem magándetektívnek a asszisztense, hanem egy szobatársa, de hogy igazából a funkciója az ugyanaz, hogy tényleg ilyen talpra esett legyen, és így mindenben így tudjon tökre menő segíteni neki, de közben esetleg ábrándozzon így egy kicsit a férfi főhős után. Itt szerintem a Máta is olyanban ez pont nincsen benne annyira, vagy én annyira nem érzékeltem, hogy itt a FIM Money Penny-ként lenne szerelmes a Sam Spade-be. De hogy a hátsó ablakban nagyon hasonló a Grace Kelly-nek a karaktere, vagy a nem Hitchcock, de a Sunset Boulevardban is van egy ilyen mellékszereplő, egy ilyen forgatókönyvíró társa William Holdennek, aki szerintem ilyen hasonló habitus, vagy hasonló alkot, szóval hogy ezt a karaktert egyrészt nem a filmesek, meg az írók is nagyon szeretik, meg egyébként én is nagyon szeretem, tehát egy általában az egyik kedvencem szokott lenni a noárokban és a ilyen sötéte bűnügyi filmekben, ez az ilyen
kicsit mindig pórújáró, és így szóval általában nem őt választja ugye a magánnyomozó, és néha még ki is használja egy kicsit, vagy nem kicsit, azt, hogy mindig rendelkezésre áll, de nagyon szoktam szeretni, és az Effie is nagyon jó volt szerintem ebben a filmben a viszonylag kis szerepével együtt. Igen, de meglepően keveset szerepel egyébként, de akkor ilyen kulcsjelenetekben igazából. Szerintem muszáj megemlítenünk a talán egyik legerősebb noir klisét, ami szerintem a filmekben sokkal erősebb, mint a könyvekben. Mindenki iszik. Szerintem ez így kifejezetten fontos, hogy mindig előkerül egy viszkis üveg, mindig töltenek. Igen. És hát ráadásul ez azért különösen érdekes, mert nekünk ez már mondhatni evidens, de ha igaza van a háttér anyagoknak, amiket olvastam a film kapcsán, akkor emlegettük már ezt az egész ilyen cenzúrát, meg azt, hogy nagyon komoly beleszólása volt a stúdióknak, a hivataloknak, hogy mit lehet és mit nem lehet mutatni a filmekben, és hogy a John Hustonnak állítólag komolyan harcolnia kellett azért, hogy ennyit ihassanak a filmben, mert hogy azt mondta, szerintem teljes joggal, hogy Sam Spade az iszik, mint a gödény, és ha ezt nem mutatják meg, akkor az olyan, mint hogyha így a karakterét így megmásítanák, és hogy ezért így ő harcolt. És hát persze mindenki cigarettázik, ez is nagyon, ez mondjuk nyilván régebben minden film, akkor mindenki cigarettázott. Igen. És azt szerintem mindenki mindenhol cigarettázott, de itt különösen erős, ezt hiszem magát Sam Spade-et is úgy látjuk, hogy ül az irodájában és sodorja a cigijét, amit aztán az ultramenő íróasztalába épített ilyen öngyújtó, elektromos, nem is tudom milyen öngyújtóval így meggyújt. Tehát ultra cool pillanat ez. Könyvbe lábadt a szemem az irigységtől. De egyébként az ivás az egy fontos plot point is, hiszen a Gutman úgy leítetje, hogy talán meg is mérgezi valamivel, és kidől. Igen. Az egyébként megint csak egy ilyen, szerintem egy kevésbé jellemző, de azért visszatérő noir toposz, amikor így valamivel megmérgezik a főhőst, és elágyul, és akkor kimarad és egy fontos. És nagyon fejfájósan magához tér valahol. Igen. Rosszabb esetben egy holttest mellett, és... Jaj, és rá van kenve, pontosan. Ez és ugyan... már dörömbölnek a rendőrök az autón, igen. Pontosan. És egyébként nektek mi volt az, mik azok az elemek, amik számotokra nagyon noir specifikusak ebben a filmben? Amiket mondtál, azok nekem is mind feltűntek, de főként ez a rezignált, teljesen kiábrándult, és mindent egy várántással intéző, és a rendőröket is lekezelő nyomozó, az abszolút fontos, és nagyon élvezetes volt nézni, hogy az első filmes változatában mennyire kiforrottan megjelenik már ez a figura. Meg igen, a tűzről pattant segéd, az asszisztens, és nagyon-nagyon tetszett, hogy mennyire kijött. És igazából szerintem, ami még nagyon fontos ezzel a filmmel kapcsolatban, meg a noirral kapcsolatban számomra egy ilyen visszatérő motívum, hogy szerintem ötször meg kéne néznem azt, hogy pontosan és semmiről szólt. Pont ezen gondolkodtam, hogy hogyan lehetne összefoglalni ennek a filmnek, vagy akár a regénynek is a történetét, és fejben, egyet lehet, hogy meg kellene kísérelnünk, mert mondjuk akinek szintén vakfoltja, az egy ponton abszolút nem fog érteni, hogy miről beszélünk, de szerintem előre figyelmeztessük a kedves hallgatókat, hogy nem biztos, hogy tisztább lesz a történet azzal, hogy összefoglaljuk. Igen, bár lehet, hogy nekünk annyi előnyünk van, hogy kezdhetjük a végéről abban az értelemben, hogy a végén, amikor már tényleg minden információ a birtokunkban van arról, hogy kikit és hányszor vert át, mert szerintem azért is nehéz követni ennek a filmnek a cselekményét, mert gyakorlatilag minden második jelenetben kiderül valami, hogy amiről azt hittük, hogy így van, az valójában tökre nem úgy van. Pontosan. Nagyon triviálisan hangzik egy bűnügyi filmnél, de hogy ez a film annyira folyamatosan húzza ki a lábunk alul a talajt, hogy éppen melyik szereplő kinek hazudott a másikról, és ki ura játszotta át a másikat, és közben még
mail van rejtély, hogy megöltek három embert, és nem tudjuk egyikőjükről se, hogy ki. Igen. Tehát, hogy nagyon sok mindent kell egyszerre észben tartani, és újra meg újra átírni a fejünkbe, hogy akkor tehát az, aki vele volt, az valójában akkor már fasírba volt vele, de igazából a másik is át akarta őt verni, de igazából ő tudta, és szóval, hogy fontosan ezzel kell bajlódnunk, és akkor a végére áll össze nagyjából. Ráadásul bonyolítja a helyzetet, hogy két gyilkosságot, tehát az egyik gyilkosságot egy olyan ember ellen követik el, amit kifelé se bukkan a történetben, csak beszélnek róla. A másik gyilkosság egy olyan ember ellen, tehát olyan ember ölnek meg, aki pár percet van mindössze a filmvásznon. Igen, tehát, és egyébként a rendezőnek a papája játsza. Igen, és a harmadik gyilkosság pedig ez rögtön a film elején van, nem hatalmas spoiler, a film elején még az emlegetett tejüveg ablakra még két név van ráírva, Spade és Archer, mert hogy Spade-nek van egy társa, Archer, és hát szegény Archert azt így jó noir szokás szerint hát így megölik a film elején, de őt se látjuk, mert hogy Isten igazából itt látjuk van azt, hogy... két jelenete kb, igen. És az egyik az a másodperc, amikor lelövik, tehát... Igen, pontosan. És hát természetesen az egész bonyodalom középpontjában a címszereplő Máltai Sólyom áll, ami hát így a Hitchcocki McGuffinnak szerintem az egyik legtökéletesebb példája, mert mindenki a Máltai Sólyomot keresi, mindenki azért harcol, mindenki azért ver át mindenkit, de Isten igazából néha egy felbukkan, és így nem tudom, egymás kezébe dobálgatják, mint a forró krumplit, és... és igazából rengeteget beszélnek arról, hogy mi a történet, tehát hogy sokkal nagyobb backstory-ja van a Máltai Sólyom szobornak, mint nem tudom, az Archernek, vagy a Spade-nek. Tehát hát, ilyen, hosszú párbeszédes jelenet szól arról, hogy valamelyik szereplő egy hosszas monológba felvezeti, hogy akkor mi is a története a Máltai Sólyomnak, és már önmagában abba el lehet veszni teljesen. Ráadásul a film úgy kezdődik, hogy szépen a zenekezdő taktusaira megjelenik egy felirat, ami elmeséli a Máltai Sólyom történetét, miszerint a templomosok Máltán, templomosok nem voltak Máltán, de ezen lendüljünk tovább. Igen, ugye, johanniták voltak emlékeim szerint, nem akarok hülyeséget mondani, de az a lényeg, hogy elmesélik rögtön a film elején a Máltai Sólyom történetét, ami gyakorlatilag egy kincs, tehát egy sólyom szobor, amit égkövekkel raktak ki, és aztán a spanyol királynak akarták elküldeni, még 5. Károlynak, jól emlékszem, aztán elsüllyedt talán kalózok elsüllyesztették a gáját, és akkor eltűnt. Igen, és akkor azt hiszük a film elején, hogy jó, akkor igazából ez a pár mondat, amit kiírtak, ez elég lesz ahhoz, hogy majd kövessük a sztorit, de kb. Még 6-szor ennyi dolog kiderül a filmben, plusz ezt a sztorit is jóval részletesebben és bonyolultabban kitejtik még a filmen belül. Pontosan. És ezek után elindul a film azzal, hogy Sam Spade irodája besétál egy hölgy, aki ezen a ponton még nem is a saját nevén mutatkozik be, Mrs. Wanderley, aki felbérli a nyomozó párost, hogy keressék meg az eltűnt húgát. És fogalmunk, sehol nincsen a Máltai Sólyom a képben. Igen. És hát innentől fogva egyre nehezebb összefoglalni magát a plotot, tegyünk rá egy kísérletet szerintem. Nagy vonalakban arról van szó, hogy ráállnak az ügyre nyomozóink, és utána rögtön szegény Archert így le is lövi valaki, kiderül, hogy Archer feleségével viszonya volt Sam Spade-nek, ami már így egy ilyen ami igazából nagyjából irreleváns a cselekményi szempontjából, csak arra szolgál, hogy még inkább elveszünk. Hát meg arra, hogy így lehessen gyanúba keverni a Sam Spade-t. Persze. Igen, meg hogy bemutassuk, hogy Spade igazából tényleg nem egy különösebben kellemes fickó, mert tudjább egy várándítással intézi el a társa halálát, és így hát szegény özvegyel is hát nagyjából úgy dobja ki az ajtón, mint hogyha nem is tudom, egy kellemetlen ügyfél lenne. Szóval itt már nagyjából látjuk, hogy Sam Spade-del nem igazán Sam Spade az nem az a romantikus, lágy lelkületű figura, és hát ezzel elindul a kavarodás, mert ki ölte meg
kiölte meg Archert, de aztán kiderül, hogy azt az illetőt is megölték, akit megfigyelt a hölgy kérésére, és ezen a ponton a köd leereszkedik, mint egy jó San Franciscói történetben a San Franciscói köd, és akkor kiderül, hogy valójában Ruth Vanderlyt nem is Ruth Vanderlynek hívják, hanem Bridget O'Shaughnessynek, szó sincs semmilyen eltűnt testvérről, hanem ez a Thursby nevű figura, ez az ő társa volt, és akkor igazából felbukkanom át a sólyom, amiért ezek a... Bocsánat, csak így hallom közben így a mikrofonon, meg a felhallgatón keresztül, hogy a Viktornak így a verejték fordott, így kűtköznek a halántéken. Tehát, ha Sam Speed lennék, akkor most a harmadik cigarettámra gyújtanék rá így, mint hogyha itt van a rendőrök hallgatnának ki. Tehát, hogy igazából felbukkan itt a Máltai sólya, amit már látszik, hogy Isten igazából ez a kincs az, amiért minden gyanús alak itt San Franciscóban próbál így, hát így nyomozgatni. Akkor felbukkan ezek után egy újabb alak. ő Joel Cairo, ő az, akit Peter Lorre, a magyar származású Peter Lorre játszik, ő egy ilyen igazi simlis figura, tehát ő az ő révén beszélünk először a madárról, mert így ezek után felbukkan az alak, és megbízza Sam Spade-et, hogy hát akkor meg kellene találni egy ilyen fekete madárszobrot, és hát itt nyilván minden krimiben járatos ember sejti, hogy ez a két eset össze fog függeni, és hát ki is derül, hogy Joel Cairo és Bridget O'Shaughnessy bizony ismerik egymást, de van mindegyiküknek egy közös ellensége, a kövér ember, aki itt van San Franciscóban, akitől mindenki fél. Tehát így lassan ezért kirajzódik valami ebből a masszából. És hát nagyjából a történet arról szól, hogy valóban mindenki a Máltai sólyom szobrát keresi, de senki nem tudja, hogy igazából kinél van. És azért nagyon zavaros a történet, mert egyszer csak aztán így felbukkan a szobor, így konkrétan egy szereplő besétál vele az ajtón, kezébe nyomja Sam Spade-nek, és meghal. ami azt hiszem a detektív munka teljes ellentéte talán, hogy talán annyi detektív munka van a történetben, hogy Sam Spade egy újságban bekeretezett hírből megtudja, hogy egy ami teljesen pont egy nagyon kényelmesen a sztori szempontjából egy asztalon hever, be van karikázva, hogy egy hajó mikor érkezik a kikötőbe, oda megy és a hajó lángokban áll, és ezzel ezt a szállat is elejtjük. Még pár jelenettel később a hajó egyik tengerésze három lőtsebből vérezve be nem esik szó szerint az ajtaján, és a kezébe nem nyomja. És gyakorlatilag ezzel meg is van a Máltai sólyom, tökéletesen példázva, hogy sosem a Máltai sólyom volt a lényeg ebben a történetben. És hát Isten igazából a történet innentől már arról szól, hogy ezek az érdekelt felek hogyan próbálják így egymástól megszerezni, vagy egymást átverve, egymást kijátszva valahogy kikecmeregni ebből a Máltai sólyom körüli katyvaszból. És hát nyilván, aki mondjuk esetleg nem látta még a filmet, az most ezen a ponton valószínűleg csúnya szavakkal illet engem, mert talán azt hiszem, talán a lehető legrosszabbul meséltem el az egész történetet, de megjutottok bárkit, hogy nehéz összefoglalni, mert tényleg sokszoros átverések, és a középpontban egy madárszobor, ami tényleg csak egy ürügy arra, hogy ezek a szereplők újra meg újra megpróbálják átverni egymást. Igen, és szerintem a John Hughesnak egy hatalmas érdeme az, hogy meg nyilván Desi Ahmednek is, de hogy tele van a film expozíciós jelenetekkel, ahol tényleg szereplők ugyanezeket így elmagyarázzák a többi szereplőnek, meg köztük nekünk is, de hogy egy percig nem érzem azt, hogy unalmas, legfeljebb az, hogy egy picit el vagyok veszve, de hogy annyira élvezetes nyelvezetben, szófordulatokban és... A jó figurák. Ínyenc figurák izgalmas alakításában van mindezt állalva, hogy ez a tipikus, ilyen észre se vesszük, hogy valójában a kórházi kosztot nyomják belénk, mert tejszínhabban ráfolyva, tehát abszolút lecsúszik a gyógyszer, teljesen
minden keserűségtől mentesen. Teljesen így van. Én konkrétan, amikor vége lett a filmnek, akkor kezdtem el azon gondolkodni, hogy pontosan akkor mi is történt itt? Tehát, hogy pontosan akkor, és egyébként ez valójában egész végig homályban marad, hiszen tehát magát a máltai sólyom szobrát azt ellopták Isztambulból, és valahogy ide került. De hogy pontosan akkor, most tudjuk azt, hogy Gutman már nagyon régóta keresi, tehát hogy ilyen, nem tudom én, rettenetesen hosszú ideje próbálja megtalálni. De közben hát elszpoilerezhetjük ezt szerintem. A legszebb az egészben az, hogy maga a szobor nem is igazi. Tehát, hogy gyakorlatilag úgy végződik ez a film, hogy vissza kellene térni a kutatáshoz. Találnia. Az egész semmi nem volt jó. Igen. Tehát, hogy csodálatosan így tulajdonképpen felvállalja a történet azt, hogy a címadója, a központi konfliktus okozója, az valójában nem volt lényeges. Ami szerintem csodálatos. Igen. És valójában igen, tehát ugye szerintem nem spoilereztél semmit az, hogy összefoglaltad a cselekményt, mert pont ez a savaborsa ennek a sztorinak, amikor így elkezd kiderülni, hogy akkor most mi a viszonyrendszer ezek között a szereplők között, és ki milyen okból akarja megtalálni ezt a szobrot. Pontosan, szerintem egyébként valószínűleg azért sem spoilereztem el, mert aki nem látta a filmet, az valószínűleg tényleg értetlenkedve csóválta a fejét. Én is menet közben, ahogy te Gandás is mondta, hogy éreztem, hogy így csordogál a verejték a homlokomon, hogy nem jó, nem ezzel kellett volna folytatni, de ha azzal folytatom, akkor el kellett volna mondani azt, hogy. Tehát egy igazi útvesztő ez az egész. És akkor ilyen lehet megírni egy ilyen sztorit. Igen. És hát közben pedig ott vannak ezek a figurák, akik tényleg szóba került, hogy te nem tudunk semmit. Tehát többet tudunk a máltai sólyomról, a szoborról, ami valójában nem is annyira fontos, mint arról, hogy például kicsit a Sense Space, semmit nem tudunk azon kívül, hogy viszonya volt a társa feleségével, ami azért nem egy ilyen különösebben hizelgő karakterelem, egy karakterjegy szerintem. Azt tudjuk, hogy többen megjegyzik azt, hogy mennyire temperamentumos. Tehát, hogy ez többször szóba kerül, ami néha tényleg kifejezetten erős jeleneteket eredményez. Néha ilyen, mintha dürohomokat kapna. De igazából egy csomószor az se biztos, hogy tényleg azt kap, lehet, hogy csak eljátsza. Igen. Igen, én egy valamit éreztem végig nagyon erősen a szemszpét karakterében, az ez a teljes fölényesség. Tehát, hogy ő gyakorlatilag mindig mindenkit kijátszik, mindig mindenkin átlát. Amikor azt hiszed, hogy valaki manipulálja, akkor is kiderül, hogy ő tudja, hogy őt manipulálják éppen, és akkor vagy azért hagyja, mert neki is jó, vagy nem hagyja. De hogy ilyen elképesztően fülényes arroganciával játszok ki a zsarukat, ezeket a különböző ellenlábosokat egymás ellen. Tényleg azt érzem, hogy Humphrey Bogart mindig nyerekben van ebben a filmben. És így most pont azon gondolkoztam, amiközben Viktor így mesélted ezt azt, hogy így mi hogyan küzdünk mondjuk a cselekménnyel, hogy így meg a rejtélyekkel, hogy így nem tudom, megpróbáljuk kibogozni, hogy ebben milyen szerepe tud lenni ugye a nyomozónak, hogyha végig azt érzed, hogy a nyomozó ő lehet, hogy nem ért pontosan mindent, de hogy így nagyon közel jár hozzá, és nagyon maga biztos abban, hogy ő rá fog jönni a végén mindenre, vagy talán már menet közben is tud mindent, akkor így tök jól rá tudsz hagyatkozni. De most tökre így éreztem magam, hogy így látom, hogy a Sam Spade az így mindent vág, és akkor nekem nem is feltétlenül kell annyira megerőltetnem magam, ha nagyon nem akarom, mert hogy teljesen biztos lehetek abban, hogy a Sam Spade ő a végén szépen össze fogja foglalni, hogy miről van szó. És szerintem így most nem akarok feltétlenül túl sok ilyen későbbi noir példával összevetni, csak így eszembe jutott két későbbi film, hogy az mennyire jól játszik ugyanezzel, hogy a magánnyomozó az mennyire van képben, hogy ott van a kínai negyedben a Jack Nicholson karakter, aki úgy indít a film elején, mint ahogy Sam Spade indít vagy mint amilyen Sam Spade végig az egész a máltai sólyomban, hogy Jack Nicholson ott így mindent ért, és a legmenőbb magánhajkus az egész Los Angelesben, és a film végére kiderül, hogy igazából rohadtul semmit nem értett, és amit azt hitte, hogy tudja, hogy mi a szitu, pont az ellenkezője volt igaz, és nem is tudott semmit tenni, tehát hogy ott van egy ilyen
nem tudom, dekonstrukciója ennek a toposznak, és akkor a végpontja ennek szerintem a beépített hiba, a Paul Thomas Anderson film, meg a Thomas Pynchon regény, amin alapszik. Egyrészt az szándékosan még 200-szor ennyire összegabaítja a cselekményt, kifejezetten azért ilyen posztmodern célla, hogy így végleg elveszél benne, és egy idő után fel kell, hogy add konkrétan, hogy megpróbáld összerakni a cselekményt. Ennek a filmnek a főszereplője, a Doc Sportello, aki ugye a Joaquin Phoenix a filmben, ő meg egy ilyen betépet hippi, aki abszolút folyamatosan nem vágja, hogy mi történik maga körül, és ez még ugye teljes ellentéte a klasszikus magándetektív figurának, hogy csak így lögdösék ide-oda, így sodródik az eseményekkel, jegyzetfüzetébe így kb. Ilyen hülyeségeket tud csak felírni, semmit nem, tehát tényleg két pontot nem tud összekötni ebben a gubancban, és akkor a végén ő se, és valahogy megoldja az ügyet, de hogy így ez nem rajta múlt igazából, szóval szerintem tök érdekes, hogy ezzel például egy film is hogy játszik, hogy mennyire adja, egyrészt mennyire forgatja ki a magánnyomozót, aki mindent tud, meg másrészt, hogy a magánnyomozónak a tudása az mennyire segíti például a nézőt. Igen, itt konkrétan szerintem ráadásul a Máltai Sólyom azzal is játszik, hogy a Sam Spade nem tud mindig mindent. Tehát például én nagyon sokszor éreztem azt, és ez egyébként úgy gondolom, hogy teljesen szándékos, hogy a Sam Spade-nek van valami terve, hogy ő velem ellentétben több lépéssel előrébb jár. Uh-huh. Ilyen például az jelent, amikor így először találkozik Gutmannel, akkor látjuk először ezt a kövér embernek is nevezett izé figurát, akitől mindenki fél, tehát jól fel van építve, mint a főgonosz, és maga a karakter, és hát a színész is egy nagyon-nagyon erős jelenlét, egy ilyen, tényleg egy ilyen nagy darab, nagyon erős, nagyon karakteres figura, tényleg ez az igazi noir ellenség. Egy főgonosznak azért nem nevezem, mert igazából ő nem gonosz, ő csak egy ellenlábas, pontosan. Amikor először felkeresi őt Spade, akkor Gutman rengeteget beszél neki a Máltai Sólyomról, az, amit így az előbb már emlegettünk, hogy bár ugyan leírták a film elején betűkkel, itt el is mondják még egyszer ugyanazt, tehát nagyon fontos, hogy a Máltai Sólyomnak mi a története, és ezen a ponton van az, hogy a Sam Spade egyszerűen így tehát egy ilyen hisztériás jelenetet rendez majd, hogy nem így, nem tudom, hozzávágja a szivarját, meg nem tudom, összetöri a poharat, talán most ez nem is tudom, vagy csak recsapja az asztal, hogy leül, nem is tudom, de ez egy ilyen nagyon-nagyon heves reakcióval így kirobog így a lakosztályból, a hotel lakosztályból, és a folyosón így elnyom egy ilyen félvigyort, egy ilyen nagyon dörzsölt félvigyort, amiből teljesen látszik, hogy hát most igazából ezt így élvezte is, meg nagyon úgy tűnik, hogy ez olyan terve is volt, de aztán utána, amikor így később visszaviszik Gutmanhez, ott már jó noir szokás szerint, ez is egy ilyen toposz, jön a pisztolyos ember a Gutmantől, és hát szeliden visszakísérik, akkor igazából ennek annyira nem láttam ennek a, nem is tudom, több lépéssel előrébb járunk dolognak az értelmét, hiszen aztán ez az a beszélgetés, ahol így megmérgezik. Tehát be az italába kevernek. Yeah. Egyébként nagyon, nagyon ravaszul, mert hogy ő egyáltalán nem hajlandó inni. És ez egy gyönyörű jelenet egyébként, ahol ilyen hosszú-hosszú monológban Gutman így csak beszél, és így közben keveri az italt, és gyönyörűen megvan, csak egy ponton, csak úgy teljesen természetesen így odaadja a Spade-nek, aki teljesen természetesen iszik belőle. Tehát ez egy csodálatos dolog, nekem se tűnt föl. Sőt, ráadásul még úgy is megvan alapozva, hogy az első beszélgetésnél azt mondja a Sam Spade-nek, hogy az az ember, aki nem iszik, az nem megbízható szerintem. Igen. És hogy ez egy ilyen kázén kis utalás, hogy akkor jó, ahhoz, hogy így mi tárgyaljunk, ahhoz neked muszáj lesz innom. Igen. És hogy az első beszélgetésüknél még ugyanabból az üvegből tölt mind a kettejüknek, és jó hisznak, és aztán figyelj, hogy a második beszélgetésnél pedig már, amikor bejön a Sam Spade, akkor a kezébe nyomja az italt, és neki ki van külön töltve, és magának nem tölt újra az üvegből, hanem csak a Sam Spade-nek, de mivel a Sam Spade azt látja, hogy a Gutman is iszik, ezért nem feltételez, igen, valami van mögötte. Szóval tényleg nagyon ravasz. Nagyon, és a film aztán nem hívja fel a figyelmet. Nem, abszolút nem. Sőt, el is tereli a figyelmet, mert hogy ez a Gutman folyamatosan beszél. Igen. És pont ezért nagyon fura, hogy én nem tudom,
nektek így, és lehet, hogy most totális ostobasságról teszek tanúbizottságot, de hát nem vagyok magáhekvus, de mi értelme volt Gutmannek egyébként elkábítania a detektívet? Mert hogy ez egy gyönyörű jelenet, csodálatos, és aztán így felébred a hotelszobában, tehát ott hagyják tulajdonképpen, és elrobognak valahova. Ezek után magándetektívünk így magához tér, föltápászkodik, rögtön az asztalon meglátja az újságot, amiben van karikázva az, hogy mikor érkezik meg a hajó a kikötőbe, és oda megy. Tehát, hogy tulajdonképpen még így a következő nyomhoz is hozzásegítették. Tehát, hogy én pont ilyenek miatt voltam kicsit bajban a történet összefoglalásával. Van benne pár olyan mozzanat, aminek így, hát az a fajta sztori elem, ami nagyon hatásos, de egy kicsit is belegondolok, akkor amellett, hogy továbbra is nagyon hatásos, mi értelme volt? Ti ezt mennyire tudtátok benyúlni? Nem, hogy ti elmondjátok, majd megnyíltem rá. Figyeljetek, őszinte ezek, én tegnap néztem újra a filmet, nagyon friss az élmény, és én annyira emlékszem ebből az egészből, vagy annyi a fogoncom, hogy valamiért félre akarta állítani egy időre a Sam Spade-et, hogy közben valamit tudjon csinálni. Hát igen, de mi volt az a valami? Pontosan ugyanezen gondolkodtam, és hogy nyilván volt oka rá, de kicsit olyan, mintha csak kellett volna egy ilyen önerős jelenet. Gondoltam, hogy elolvasom a regényben az idevágó részt, csak aztán erre meg nem volt időm, mert ez lehet egyébként. Gondolom benne van a regényben is. Egy dolog lehet az, hogy tudod, az újság, amit megtalál, abban benne van a hajónak a kikötési időpontja, és valószínűleg nem akarták, hogy ott lábatlankodja, amikor kiköt a hajó, amit ők felgyújtanak. Igen, valószínűleg igen, csak nyilván, hogyha nem kábítják el, sose találja meg a hajót. Szóval... Igen, egyáltalán nem is jöhet rá, hogy bármiféle hajónak, igen, bármiféle köze van a történethez. És valószínűleg ugyanúgy beállított volna hozzá ennek a hajónak a tengerésze kezében a máltai súlyommal. És előtte meg, azt hiszem előtte volt talán, volt egy másik ugyanilyen elterelés, amikor így kiküldték így, nem tudom, a város szélére a Sam Spade-et egy ilyen foghítelekre, hogy a Bridget fölhívta ő a Az később van. Na, te látod, még már az időrendet is összekavartam, de ott is az volt, igen, hogy ott a Bridget már így összefogott a Gutmannel, vagy legalábbis a Gutmann így nem tudom, túlszulejtette, vagy így nem tudom, arra kényszerítette, hogy akkor eljátsza azt, hogy ő ott bajban van, hogy a Sam Spade oda mehessen, és közben valami történjen, de ugye mi a valami történjen, arra sem emlékszem. Hát a valami az valószínűleg az, hogy ott kicsit jobban meg tudom magyarázni, bár igazából ennek sincs sok értelme. Tehát az után van, hogy megszerzi a madarat, vagy megkapja a madarat, amit egyébként nagyon ravaszul elrejt, tehát nincs nála, hanem egy ilyen csomagmegőrzőbe helyezi. Ez egy klasszik tróp, a csomagmegőrző. Mm-hmm. Csomagmegőrző, pontosan. Vagy a csomagmegőrző, nem tudom, kulcsa vagy bilétája utáni hajszak szokott még lenni. Igen. És igen, kicsalja Bridget telefonja, kicsalja egy a városnak egy ilyen elhagyatott részére, hazamegy, és akkor a Bridget meg ott rejtőzködik a szomszéd kapuhajban, és amikor fölmennek a lakására, akkor már ott van mindenki. Tehát hogy igazából lehet azt mondani, hogy hát azért kellett, hogy be tudjanak menni, de nem tudom, be is lökhették volna az ajtón, vagy nem tudom. De ezek azok, amik valójában így menet közben nem zavaróak, mert annyira visz magával a lendület ennek a történetnek, hogy utólag kezdtem el ezeken a dolgon filozofálni, hogy akkor most pontosan ezt miért is csinálták? Mindegy, hagyjuk is. Azt teljesen egyértelmű nekem, hogy a hajós kapitány az miért, tehát honnan tud bármit is Spade-ről, hogy oda vigye neki a szobrot. Ezt már nem ismertem bolygatni, nagy úgy tűnjön, hogy teljesen hülye vagyok az egész filmhez, de kicsit ilyen Deus Ex Machina-ként így felbukkan. Kicsit igen. Egyébként a hajós kapitány szerintem a legheroikusabb, vagy a legbutább figura az egész filmben, ezt nehéz eldönteni, hogy tényleg szitává lövik, de igen, élete utolsó óráját azzal tölti, hogy lenyomoz egy random embert, hogy átadjon neki egy random csomagot, ami ezek egyébként a világon semmi köze nincsen. Egyébként ezen a ponton szeretném azt a kis triviát ide befűzni, hogy a kapitányt játszó színész az a John Huston édesapja. Igen. Ez egy a Huston dinasztia végig kíséri aki azért vállalta ezt a kameót, és azt hiszem, hogy fel sincs tüntetve a stáblistán, hogy ez majd szerencsét hoz a fiának. Egyébként bejött, tényleg sikeres film lett. Egyébként ezzel a
ezzel a plotpointtal kapcsolatban, meg általában ezekkel a általunk ilyen fel nem terített fordulatokkal kapcsolatban, ha nagyon jó indulatú akarok lenni, B verzió, hogyha nagyon szenszpédesen magabiztos akarok lenni, akkor azt tudom mondani, hogy szenszpédnek, mint nyomozónak nem az az erőssége, hogy összeköti az A-t és a B-t, és ezzel megoldja azt, hanem hogy tényleg elhiteti mindenkivel, hogy ő annyira nyerekben van, és annyira képben, sokkal többet tud, mint amennyit hisznek, mint amennyit elárul magáról. És ez lehet az, szerintem, ami miatt őt így mindenki ilyen kulcsfigurájának tekinti ennek az ügynek, beleértve a hajós kapitányt is, bárhogy honnan szerez tudomást Szent Spédről, ez nem derül ki, de ugye a Kairó is nála jelenik meg, mindenki rajta keresi a sólymot. Igen, mintha nem lenne, más magándetektív a városban, lehet, hogy ő az egyetlen. És hogy képes elhitetni magáról mindenkivel, hogy ő egy lépéssel mindenki előtt jár, holott az egész egy nagy színjáték, de mégis ezáltal oldja meg az ügyet. Igen. Talán ez lehet a legjó indulatúbb olvasat a sztorinak, nem tudom. Ezzel egyébként teljesen egyetértek, hiszen az egész, tehát mint ezt így említettük is, hogy igazából a madárszobor az csak arra van, hogy így maga köré vonza mágnesként ezeket a furcsa egzisztenciákat, egyébként igazából senki nem egy pozitív karakter, talán Effi a titkárnő, igen, de ő ugye nem szerepel annyit. Tehát mindenki, tehát maga a főszereplőnk, ezt most már így sokat szóra mondjuk, hogy ez Sam Spade egy nem egy igazán kellemes figura. Bridget az, hát ő egy ilyen igazi szélhámos nő, aki egyébként tényleg így újja köré csavarja a hősünket, meg mindenkit egyébként. Akkor Joel Cairóról érdemes beszélni szerintem, mert Peter Lorre egyébként én egészen ilyen hipnotikus ebben a szerepben. Tehát ez a feltűnően keleti származású, nagyon udvarias, de kicsit fenyegető, kicsit ilyen kígyószerű figura, aki egyébként közben meg nem tűnik annyira veszélyesnek, hát Sense például az első pillanatban egy ütéssel lecsapja. Majd utána Joel Cairo megbízza azzal, hogy dolgozzon neki, szóval... Igen, és egy darabig azt hiszük, hogy ő a veszélyes itt a csapatban, és aztán ugye megjelenik a Gutman. Igen. Szerintem a Cairo-nál két érdekes dolog van. Egyrészt ez a filmben elvileg csak ilyen kódként van benne, hogy ő meleg. A regényben, ha jól tudom, ez így jobban van. A regényben, hát explicitebb, ezt viszont direkt, én ezt direkt megnéztem, mert nekem, én megmondom őszintén, hogy nekem ez abszolút nem esett le, amikor én, vagy hát semmilyenre nem emlékeztem a regényből, és hát így eléggé el van rejtve, de igazából valóban benne van, de tehát így lebegtetve van, és igazából nehéz eldönteni, bár utólag már egyértelmű, hogy a Sam Spade csak egyszerűen bunkó-e vele, és azért tesz neki ilyen megjegyzéseket, vagy azért, mert hogy egyszerűen ezzel azért nem tudom, így definiálja a karaktert, vagy helyezi a korabeli olvasóknak, mert egy nagyon explicit azért nincs kimondva semmi. Igen. De szerintem is benne van. A másik pedig az egyértelműen a Peter Lorre miatt igazán izgalmas, meg ilyen zavarba ejtő, meg különleges a figura, meg olyas valaki, akit úgy szerintem őt a legnehezebb elhelyezni pontosan, hogy ő akkor most egy ilyen kis, nem tudom, szánalmas figura, így evickél a nagykutyák között, vagy ő is egy nagy manipulátor, mert hogy a Peter Lorre, ő ilyen nagy a német expresszionizmusnak az egyik ilyen kulcsfigurája abban a szempontból, hogy az M egy városkereső gyilkosnak volt ő az egyik főszereplője, hát maga a gyilkos, akit üldöznek az egész film alatt, és ez tényleg egy ilyen szenzációs alakítás nyújt abban a filmben, és aztán utána csinált magának egy amerikai karriert is mindenféle gonosztevőkkel, és szerintem rajta is nagyon érződik az, hogy ő ilyen némafilmes, vagy ha nem is némafilmes, de tényleg egy ilyen nagyon expresszionista filmnyelvhez szokott, és abban ahhoz passzoló ilyen kontrasztos éles gesztusokkal dolgozik, tehát tényleg ez a kidüllett szem, ez az ilyen kenetteljes beszéd, nagyon egy ilyen tényleg ilyen zavarba ejtően sok az ő figurája, mondjuk az ilyen fogai között kiszűrt, egy sokkal dobálózó Humphrey Bogarthoz képest is. Igen. Hát és vagy akár a Gutmanhez képest, akinek egy ilyen rendkívül óriási jelenlétel, mindenki leúraló figura tényleg. Tehát a Peter Lorre nagyon érdekes jelenség.
Igen, egyébként nagyon, tehát szegény Peter Lorre ilyen szempontból itt egy kicsit talán bele is került, de valószínűleg akkor már a Fritz Lang filmbe bekerült abba a skatujába, hogy ő ilyen rossz fiúkat játszott így a egész életében. Tehát ő még James Bond főgonosz is volt. Így ja, tök jó. De még csak a Casino Royale-nak a tévés verziójában, ami azt hiszem talán az ugye az első ilyen feldolgozás volt. Ja. És azt jegyezzük meg, hogy tehát ő magyar származású színész, aki Németországból aztán Nagy-Britanniába menekült így, amikor a nácik hatalomra jutottak, és akkor utána onnan ment Hollywoodba. És a Máltai Sólyom volt az ilyen talán a nagy kitörése, bár előtte is volt egy csomó filmje, és rögtön ezután jött a Casablanca, szóval ez egy ilyen jó, nem is tudom, periódust indított el neki. Mm-hmm. Igen, ez érdekes szerintem, hogy azért, aki a Máltai Sólyomban szerepel, vagy köze van hozzá, mondjuk rendezőként, ugye John Hustonnak, hogy ez az egyik leghíresebb film, amihez már mindenkinek közük volt. Nyilván a Humphrey Bogartnak még volt ott a Casablanca, meg rengeteg ilyen nagy szerep, tehát ő talán kivétel. Hát, de hogy ennél a filmnél vagy, ezzel a filmmel robbant be az adott színész, mint a Humphrey Bogart, vagy ez az első filmje, tehát ugye John Hustonnak ez a legelső filmrendezése, akkor a Gutman-t játszó Sidney Greenstreet, ő ilyen színházi veterán, viszont ez volt az első film szerepe, ami szerintem lenyűgöző. Igen, 60-valahány évesen így Hollywoodban ez volt a debütje. Igen, és akkor a másik oldal meg ott vannak azok, akik már így ledolgozták a fél életüket, de most ezzel meg lett az áttörés, mint a Humphrey Bogartnak, a Peter Lorre-nak is bizonyos szempontból, és a Bridget O'Shaughnessy, tehát szó Mary Astor, őnek is már egy ilyen komplet mima filmes karrier, meg egy csomó magánéleti botrány volt a hátra, amikor megkapta ezt a szerepet, és hát ma meg szerintem, ha egyáltalán valaki ismeri őt névről, vagy arcról, akkor az a Máltai Sólyomnak köszönhető. Abszolút, én direkt utána néztem, mert nekem aztán is semmilyen módon nem mondott ő semmit, és így nekem is ezek mind újdonságok voltak, hogy ő akkoriban tényleg olyan botrányhős volt, és ha jól emlékszem, ezért is választották erre a szerepre, hogy ez majd jót fog tenni tehát, hogy ő így jól el fogja tudni játszani ezt a végzett asszonyát, hiszen ő egy kicsit ilyen végzett asszonya volt a magánéletében is. Igen, a Sidney Greenstreet-tel kapcsolatban tök érdekes tényleg, hogy ezzel robbant be, és ennyire idősen, és ezután még 5 további közös filmje volt Humphrey Bogart-nal, ő is benne van a Casablanca-ban. Igen. Szóval hihetetlen, milyen pici tud lenni itt a Hollywood ebben az érában. Illetve a színészek közül, akit még most itt ki akarok emelni egy mellékszerepbe, aki most iszonyatosan jól szórakoztam, az a Elijah Cook Jr., aki a Wilmer-t játsza, ő a szerencsétlen málészájú henchman, akit ő a teljes fogalmatlan, tehát amiről beszéltük, hogy ki mennyit tud, ő általában semmit nem tud, de azt hiszi, hogy a gyerekben van, és általában az a szerep, hogy balek legyen, vagy így lefegyverezzék. Nem tudom, Péter, emlékszel a Elijah Cook Jr.-ra? Persze, ne viccelj. Ugye idei évadunkat a The Killing című Kubrick filmmel kezdtük, és abban ő volt az ilyen cuckolded husband, tehát az a férj, akit így felesége megcsal, és így mindenki átver a bűnbandában, és aztán ő okozza majdnem, hogy az egész a veszélyt. Ott is ő az ilyen noáros felállásnak az elszenvedője. Igen. Egyébként itt tegyezzük meg ennél a karakternél, ugye szóba került a Joel Cairo karakterén, hogy esetleg ő meleg. Akire igazából a regény, és hát maga ez a film is egyébként így ilyen kódolva ezt ugyanúgy alkalmazza, az pont a Wilmer, ez a Gutmannek az ilyen, hát igen, ez a csúnya angol szól a henchmenje, tehát ez a Shamesa, de egy ilyen tejfeles szájú figura, aki hát Shamesnak azért is nehéz nevezni, mert hát elég kis béna, szegény, inkább ilyen nagyon, nagyon keménynek akarja látszani, és ő már a regényben is a Sam Spade eléggé
tapló módon bánik vele, és többször Gunsell néven hivatkozik rá, ami egyébként a filmben is benne van, és hogy mindenki azt hitte, hogy a Gunsell az, hát, hogy az ilyen gangsternek, meg a pisztolyos verőlegénynek, igen, valami szinonimája, de hogy igazából a Gunsell az a most nyilván ilyen internetes forrásokra támaszkodok, csak én ennek akkor utána néztem, mert nem ismertem ezt a szót, és ha az én internetes forrásaimnak hinni lehet, ahol egyébként a Gunsell nagyon sokszor úgy szerepel, hogy egy fegyveres férfi, egy gunman, egy hitman, de hogy van egy olyan jelentése is a régi szlengben, hogy egy idősebb férfi, fiatalabb férfi partnere. Tehát, hogy azért benne van ebben a Gunsellben ez a fajta, de pont úgy van, hogy hát gondolhatod úgy is, hogy gunman. Tehát, igen. Tehát, és, akkor így még egy plusz értelmet nyer az a mondat, amikor így mondja a Gutman, hogy hát úgy szeretem őt, mint a saját fiamat, mm-hmm. de egyébként saját fiút bármikor szerezhetek magamnak, a sorjomból viszont csak egy van. Igen, igen. Az egész ilyen nagyon zavaró, ez a Gutman-Wilmer vonal egyébként ilyen szempontból, és ez teljesen független attól, hogy most akkor a Dashiell Hammett ezt most csak így ilyen kettős jelentésnek szánta, vagy kódolva belerakta, ez teljesen mindegy, hiszen a Gutman az gyakorlatilag, tehát van egy jelenet a filmben, ahol így Sam Spade azt mondja, hogy itt most a végéről beszélünk, hogy így teljesen összekavarjuk szegény hallgatóinkat arról, hogy hol is tartunk a történetben. Tehát miután már megvan a máltai sólyom, miután már Sam Spade-ot elcsalták, és visszatért a lakásához, ahol ott várnak rá az ellenlábasai, akkor gyakorlatilag így, hát így összeülnek egy ilyen tanácskozás, hogy akkor mi legyen. És a Sam Spade teljesen hidegvérűen azt mondja, hogy mivel a Wilmer ölte meg Thursby-t, vagy nem is Thursby-t, hanem Archer-t, már én is kezdek belekeveredni, ki ölt meg kit, ezért dobják fel őt a rendőrségnek. Azt mondja, a Sam Spade azt mondja, hogy ő nem fogja elvinni ezt a balhét senki helyett, legyen Wilmer az áldozati bárány, és mindenki azt mondja, hogy hát jó, legyen. És akkor így a Wilmer itt tiltakozik, hogy leütik. Tehát, hogy így, vagy megbilíts, vagy megkötözik, most ez egy kicsit hobályos így hirtelen, de mindenki hogy... Mindenki leütnek ebben a filmben, igen. Igen, egyébként, és együttéssel. És hogy senkinek ezzel semmi gondja nincsen. Annyira, tehát tényleg ilyen nehéz elhinni, hogy itt így hősök vagy, nem is tudom, olyas önkarakterekről beszélünk, mint a... Tehát, ugye a magándetektív egy ponton túl ilyen pozitív szereplővé válik a popkultúrába, de itt még nagyon nem az. Mert egy öncélú, tulajdonképpen nehezen tudjuk kibogozni, hogy mi hajtja figura, aki tulajdonképpen bárkit beáldoz a saját érdekében. Igen, igen, és szerintem ez még egy nagyon fontos eleme a film noir toposzoknak, amiről még így konkrétan, vagy így nem tudom, explicitlen nem beszéltünk, így a moralitáshoz való viszonya, vagy a szereplőinek a moralitásához, hogy azért a noirokban általában mindenki bemocskolódik valamennyire. Igen. A magandetektív nem mindig, tehát előfordul, hogy ő valamilyen szinten legalább neki van valamilyen erkölcsi kódexe, mint még hogyha nem is pont az, amit mi így szép polgári társadalomból azt elképzelünk valakinek, de hogy nagyon gyakran noároknak az a lényege, hogy a főhős is egy olyan mértékben gyarló figura, aki elkövet valamilyen bűnt, vagy valami lejtőn megindul, amin aztán nincs megállás. És nem tudom, hogy hogy éreztétek, ebben a filmben is nagyon markánsan megvan, vagy azért itt még a Sam Spade egy jó fiú, szerintem akkor itt is inkább az előbbit mellettadtok. Persze, abszolút antihős szerintem. Igen, nagyon nem jó fiú egyébként. Talán, tehát van egyébként neki is egy bizonyos becsületkódexe, tehát ez a film legvégén jön elő, tehát ez szerintem egyébként ez egy zseniális jelent, és egyébként ez egy az egyben a könyvből van. Uh-huh. A Sam Spade tudja, hogy az ő társát, mert ugye itt most minden szegény Wilmerre akarnak így rákenni, de az ő társát azt Bridget lőtte le. Igen. És ezt nem bocsátja meg neki, pedig szövődik közöttük, hát egy ilyen, tényleg, nevezzük romantikus szálnak, hát ez a végzett asszonya és a dörzsölt magándetektív között, amennyire ez romantikus lehet, tehát ez a mindenki mindenkit kijátszik. Igen, de... kimondják abban jelenben mind a ketten, hogy így szerelmesek, de egyikük meg se tudom elhinni. Legfeljebb persze, azt, hogy néha egy picit ők elhiszik magukról. Igen. És gyakorlatilag azt mondja Sam Spade Bridgetnek, hogy
megölted a társamat, ez egy ilyen főben járó vétség itt a magándetektívek világában, ezt nem úszhatod meg, pont. Tehát, hogy így gyakorlatilag így nincs könyörület. Tehát semmilyen, tehát ezt ilyen szempontból mégiscsak lehet egy ilyen becsületkódex-szerűségnek Igen, bárhogy ott is nagyon kíváncsi voltam ott az utolsó jelenetre, mert nem emlékeztem már igazán, hogy mi lesz a kifutása a filmnek, és hogy ott vajon mi lesz az érvelése a Sam Spinnek, mert hogy egész addig ugye tényleg azt láttuk, amiről már beszéltünk korábban, hogy ilyen úgy veszi tudomásul a társa halálát, mintha egy random vadidegent lőttek volna agyon, és így teljesen semmi érzelmi reakció, semmi bosszúvágy, semmi meghasonlás, tehát abszolút nulla. Másnap már mondja, hogy szedjék le a nevét az ajtóról, tehát tényleg ijesztően közönyös. Igen. És én nagyon kíváncsi voltam, hogy itt a fináléban, amikor ez ugye szóba kerül, meg hogy megfejti, hogy kiölte meg az Archert, hogy akkor vajon milyen oldala fog megjelenni. És hogy azért itt se az, hogy én most megbosszulom a társam, hanem szerintem két érv volt markáns abban a dialógban, ami a Sam Spade-ből előjön. Az egyik az, hogyha elterjedne az utcán, hogy ő bosszú nélkül hagyta azt, hogy a társát megölték, akkor az ő nevére rá rossz fényt vett. Reputációját tönkretenné. Rossz lenne az üzletnek, hogy igenis, még aztán így is fogalmaz, hogy tök mindegy, hogy kedveltem-e a társam, vagy nem, de illik megbosszulni, vagy igazságot tenni neki. Ez az egyik érve, a másik érve pedig az, hogy ő nem hajlandó Balek, a Brigitte Balekjénak lenni. Tehát, hogy azt a szemére veti, hogy Brigitte, te mindenkit manipulálni tudsz, mindenkit kihasználsz. Én is ott a mérlek két nyelvében, amit így lerakom az érveket, ellenérveket, ott van az, hogy mit tudom, és szeretlek, vagy hogy beleszerettem, vagy ilyesmi, de hogy a másik nyelvben, mérlek másik nyelvében ott van az, hogy engem nem húzhatnak az orromnál fogva, mert hogy mások is azt hitték, hogy ők egyenlő félként léptek be a Bridgetnek a bűvkörébe, és aztán mégis rajta vesztettek. Tehát, hogy egy ilyen önző oka van, meg az, hogy ilyen üzleti ok, de hogy az nekem hiányzik innen abszolút, nem rossz értelemben, hanem csak így érdekes módon a karakterből, hogy ő itt ténylegesen bármit is érezzen az átcserében. Nem tudom, hogy ti felfedeztetek-e ilyet itt ebben a dialógban, valahol a sorok mögött. Hát én pont azon gondolkodtam, hogy ez talán így még rosszabb. Tehát, hogy Isten igazából tényleg azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy mit éreztem a társam iránt, és ebben vajon van, hogy hát valószínűleg semmit. Szerintem ez egy rettenetesen hideg, de egyébként parádés dialógus, ahol igazából tényleg nem lehet eldönteni, hogy most ők így szeretik egymást, vagy szerelmesek egymásba, vagy azt hazudják egymásnak és maguknak, hogy szerelmesek egymásba. Igen, hogy ott a Humphrey Bogart alakítás, az tényleg ilyen zaklatott, ott dühös lesz meg. Tehát ott egész addig az álca, amiről beszéltünk, hogy miért csak megjátsza, hogy temperamentumos, az utolsó filmben valami előjön belőle, csak még nem tudom pontosan megfejteni, hogy ez, hogy mi. És ne felejtsük el, hogy egyébként ennek az egész beszélgetésnek a végén így ilyen ökölcsapásként jön az, hogy azt mondja Sam Spade Bridgetnek, hogy én most fel foglak adni a rendőröknek, lehet, hogy szabadulsz, és akkor majd megvárlak. Tehát ez 20 év múlva. 20 év múlva. Lehet, hogy felakasztanak, akkor nem várlak meg. Tehát, és ezt én teljesen tárgyilagosan, hogy valami egészen hihetetlen tényleg, hogy akkor itt most ők valójában mit éreznek, vagy mit nem éreznek. Nagyon, nagyon sokféleképpen lehet olvasni ezt a jelenetet, és mind Humphrey Bogart, mind Mary Astor, és ez nem zseniális ebben a jelenetben. Különösen úgy egyébként, hogy a Mary Astor ebben a filmben, tehát annyira gyönyörűen hozza a manipulatív végzett asszonyát, aki tényleg folyamatosan hazudik, amikor leleplezik, akkor ugyanazzal a könnyedséggel bevallja. Hát igen, eddig hazudtam, de most már nem hazudok. Akkor megint leleplezik. Jó, hát most megint hazudtam, de most viszont ezúttal már tényleg az igazat mondom, és zokog, és össze van törve, és egy pillanat alatt száradnak fel a könnyei, és jelenik meg az arcán ez a cinikus félmosoly, és pont ezek miatt nem lehet, vagy nagyon nehéz eldönteni itt a legvégén, hogy itt az életéért küzd,
vagy tényleg érez valamit? Én úgy gondolom egyébként, hogy nem. Én úgy gondolom, hogy senki nem érez semmit ebben a jelenetben. De közben meg jó lenne hinni abban, hogy hát ha tényleg. Igen, Bridgetnél érdekes, hogy tényleg azt nagyon, nagyon jól tud azt szerint viselkedni máshogy, hogy éppen kivel van egy jelenetben. Tehát, hogy amíg csak a Sam Spade-del meg az Archer-ről, addig eljátsza ezt az ilyen pillegőszemű, álmodozó, mindjárt összeomlok, mentsetek meg lányt, és aztán amikor először összekerül a Kairóval, akkor rögtön ilyen dörzsölt csirkefogóként társalog vele, és egy ilyen abszolút arrogáns és magabiztos képet fest, vagy magáról, vagy egy olyan attitűdöt vesz fel magára, és ezeket itt folyamatosan bátogatja a filmvész, de ezért is nehéz őt tényleg kiismerni, ahogy igen, mondom. Igen, igen. Yeah. Itt tényleg ez az utolsó párbeszéd az érzelemnek a szikrájával, azért, ez tudod, ez az utolsó szalmaszalámiban néző kapaszkodhat, hogy azért nincs teljesen alávaló gazemberek a főszereplők, de mivel az egész arról szól, hogy mit tudom én, legalább 20 évig börtönben leszel, majd utána együtt tudunk lenni, ez annyira hihetetlen, annyira lehetetlen, hogy a három lapnyi ismeretség után így egymásba szeressenek, ezért valójában ez tényleg csak egy ilyen déli bába néző számára ez az érzelmi kapcsolat. Igen. Kifejezetten emiatt a jelenet miatt én egyébként újra olvastam a regénynek az idevágó részét, mert nagyon kíváncsi voltam, hogy ebből mennyi maradt meg. Itt is rengeteg szóról szóra átvett dialógus sor van a regényből. Kifejezetten tehát azt mondanám, hogy teljesen hű. A regény ugye annyiból más egy picit, hogy itt se látunk bele Sam Spade gondolataiba, de le van írva az, hogy tehát az arckifejezésén kifejezetten sokat időz Dashiell Hammett. De Isten igazából a könyv alapján talán azt mondanám, hogy Sam Spade nem feltétlenül érez sok mindent a nő iránt, de még talán ott is ott van, de ezt én mindenképpen a színészek zseniének tudom be, hogy beleteszik ezt a kis pluszt, mert egyébként maga a Sam Spade-nek ez a monológia, amikor elmondja, hogy a detektívek között, ha valakit megölnek, azt nem lehet megtulajdonul hagyni, az egyes egyben ugyanaz a monológ, amit a filmben is előad. És igen, benne és van ugyanez ha felakasztanak, akkor, és egyébként ennek a fejezetnek is az a cím, hogy If They Hang You, tehát, hogy ez ennyire ki van emelve. Igen, ez azért tényleg sokféleképpen el lehetne játszani, tehát lehetne egy olyan színészi választás mind a kettők részéről, hogy ez az ilyen szikár, kegyetlen, könyörtelen, és csak így odavetik egymáshoz a szavakat, de hogy én mind a ketten nagyon, nagyon fel vannak szaklatva. Jó, hát a Bridgetnél még érthetőbb, hogy ő itt, ahogy mondod, illetve hogy az életéért küzd, de hogy érdekes, hogy mind a ketten mennyire intenzíven játszanak ezt az utolsó jelenetet. Igen. Ez egyébként a könyvben is egy nagyon intenzív jelenet, ami azt illeti. És ennek kapcsán szeretném azt is megjegyezni, hogy rendkívül sokat beszélnek ebben a filmben, tehát nagyon-nagyon hosszú, és ez most egyébként teljesen egy pozitív dolog, mert nagyon szépek a dialógusok, ami azt is jelenti, hogy a könyvbéli dialógusok is nagyon szépek, mert tényleg onnan vannak átvéve, de hát ugye ami működik regény, mert az nem mindig működik filmen, és ha jól emlékszem, akkor ezt valahogy úgy oldották meg, most nem szerszerzők, hogy jól emlékszem, de mintha az lett volna a megoldás, hogy a Humphrey Bogart ilyen sokkal gyorsabban mondja a szövegeit, mint egyébként eredetek mondta volna, mert csak így fért el. De hogy nem vágtak belőle, tehát nem vettek ki semmit, hanem ő egy kicsit gyorsabban beszél, és hogy helyenként tényleg ez a tényleg gépuskaszerűen pörgő dialógusok vannak, még regényben is hosszúak egyébként, és ezt sikerült megoldani, úgyhogy a vászon is működjön, mert tényleg azon kívül, hogy egy ponton feltűnik, hogy hát itt mindenki nagyon sokat beszél, meg nagyon hadar, de nem zavaró egyáltalán. Erről a híres izőt eszembe, mint a Social Network-nek a sztoria, tudjátok a David Fincher film, hogy
valami iszonyatosan hosszú annak a szkriptje, ha jól emlékszem, ilyen talán 180 oldal, vagy több, és azért az a egy oldal per perc ökölszabály azt még mindig tartja magához, magához a Hollywood, és azt hitték, hogy ebből egy 3 órás film lesz, amit nem, nem, ezt 2 órára veszük meg, és ha annál hosszabb, akkor nem veszük meg, és kikötötte azt Sony az Everett Carrollhoz, hogy nem lehet hosszabb, 2:00 én a film. És akkor Fincher azt mondta, jó, akkor behívom a Aaron Sorkint, és akkor most olvast fel a szkriptet, elejtől a végéig, kedves Aaron Sorkin, és a csávó olyan gyorsan olvasta fel, ahogyan szeretné, hogy hallják a filmbe, és 2:00 volt, ahogy felolvasta a filmet, és akkor így már megadták rá a pénzt. Csodálatos. Nem irigylem egyébként Aaron Sorkint, akkor ezért kemény 2:00 lehetett. Milyen jó, hogy igazából kérdés, hogy most akkor a Jesse Eisenberg azért vált így a Hollywood ügyeletes Motor Mouse színészévé, mert hogy ez volt, ezt a szerepet megkapta, vagy olyan jó színész találtak, aki alapból olyan alkat, aki szeret ilyen hadarva beszélni. Igen, ez egy kérdés. Na, én még egy picit szeretnék beszélni John Huston rendezéséről. Jó, én is. Szuper. Tehát kezdjük ott, hogy ez a film, ez így a AFI, Amerikai Filmintézetnek a top 100-as listáján mindig ott van, bélelt helyen van. Az amerikai, nem tudom, milyen más, már film registry, meg tudjátok, ez a kulturálisan, történetileg, vagy esztétikusan szignifikáns műnek találta, és így benne van a nem tudom, milyen örökre megőrzendő filmek a listájában. Egyébként szerintem már volt olyan filmünk, András, több is, amire ezt így rásütötték, de azért mindig meg szoktuk jegyezni azért, hogy ez hogy valami történetileg szignifikáns, vagy ilyesmi, az lehet, hogy azt jelenti, hogy nem a legszuperebb film, de akkora hatása volt későbbi filmekre, hogy na és itt azért, itt is felmerülhetne ez a kérdés, mert hogy ez egy protofilm noir, de szerintem bőven ki lehet jelenteni, hogy annak ellenére, hogy első rendezés a John Hustonnak, ez mesterien van elkészítve. John Huston előtte íróként dolgozott, ami tök érdekes, hogy ebben az évadban így két ilyen nagy hatású rendező, Stanley Kubrick, meg John Hustonnak is sikerült egy-egy nagyon korai filmért megnéznünk. Kubrick esetében igazából az első egész estés játékfilmért láttuk, a The Killing-et, a gyilkosságot. Korábban voltak filmjei, de azok ilyen egy óra körüliek. Tehát nem számítanak egy játékfilmnek még. És itt most ehhez is megint szerencsénk van, és mennyire más háttérrel jönnek ők a filmiparba, vagy hát a film forgatás a rendezéshez. Szent John Huston már jóval előtte dolgozott scriptwriterként, és az egy előző filmje, az annak pont a Humphrey Bogart volt a főszereplője egyébként. És ez ilyen Billy Wilder sztori, hogy ő is elkezdett rendezni, bár már egészen sikeres forgatókönyvíró volt. És szerintem totál benne van ez a kezdő rendezőnek a hogy is mondjam, hogy az összeszorultság joga, hogy minden egyes jelenet előre meg volt tervezve, tehát ez a, nem csak shortlist eljön, meg nem mit tudom én lerajzolva hogy hívják a storyboardokra jártak el, hanem tényleg minden meg volt, az összes setup, az összes kamerabeállítást előre leírta. Igen. És csak úgy állt neki a forgatásnak, és minden, még a rendezői, tehát a színészeknek szóló instrukciókat is leírta előre, és odaadta a színészeknek, hogy már ne kelljen ott dirigálni. Igen, és be legyen gyakorolva ilyen az jelenet. És az egész filmet időrendi sorrendbe vették föl a jeleneteket, ami megint csak nagyon szokatlan, tehát hogy általában a legtöbb filmet nem időrendi sorrendbe veszik fel, nem úgy, hogy elkezdik az első jelenetnél, és befejezik az utolsónál, hanem össze-vissza, vagy hát más koncepciók szerint. Igen. És a kontrolláltsághoz az is hozzátartozik jócskán, hogy tehát az, hogy végig dialogusokban zajlik a film, az megkönnyíti az, hogy legyen minden stúdióban felvéve, úgyhogy rengeteg díszlet van felépítve. Talán szerintem egy külső vagy kettő külső helyszín lehet, a hotel, mert annak nagyon alacsony belmagassága, az biztos nem díszlet volt. Meg hát talán a buszpályaudvar, ezt nem tudom. Meg hát egy-két külső helyszín van tényleg. Igen. De hát magát az, hogy stúdióban veszik fel, az egy sokkal kontrollálhatóbb szituáció. De igen, azért ez nem azt jelenti, hogy ez egy David Fincher típusú rendező, akinél minden egyes képkocka az centíve ki van számolva, hanem azért kiderül az is, hogy Huston már itt lehetővé tette azt, hogy hát így olyan struktúrában dolgozott, hogy ha valakinek épp aznap volt egy jobb ötlete a stábban, akkor azért azt befogadta, és változhatott az, amit eltervezett ennek függvényében. Szóval az, hogy eltervezte, az nem azt jelenti, hogy az körbe is volt vésve.
Igen, de és nagyon durva, hogy 1941-et írunk, és van egy másik nagyon híres rendezői debütálás ebben az évben. Igen. Orson Welles, és az Aranypolgár, a Citizen Kane, igen. És hogy mennyire más a két rendező, abban a szemben, hogy a Orson Welles így mindent belepakolt abba a filmbe, és a legvadabb elképzelésen keresztül verte, és így semmi nem volt lehetetlen, és itt tényleg őrült ötleteket pakolt, őrült ötletekre, és ilyen zavolázatlan volt. Nyilván ő is eltervezett előre mindent, tehát hogy abban hasonlóak, de hogy volt egy ilyen megalománia, és akkor Joe Houston meg így, jó, én meg akkor leadok a kis papírommal, rárajzolok, ráírok mindent előre, és utána takra mindent megcsinálunk úgy, és hogy van egy ilyen idézőjelben szerényebb megközelítése, ami nem azt jelenti, hogy ne lenne látványos, vagy ne lenne adott esetben ilyen kihívást jelentő mondjuk egy operatőr számára, vagy újszerű, de hogy van egy ilyen nagyon pontosan kiszámított, ne lőjük túl a lécet, vagy ne próbáljuk túl magasra rakni magunk elé azt a lécet, csak amit így át tudunk ugrani, és hogy ebből is született egy ilyen remek darab, tehát nem egy ilyen megúszós film lett. Nem, abszolút nem egy ilyen, nem tudom, iparos munka, vagy ilyesmi ez. Tehát már Viktor is mondta, hogy vannak azért elég szignifikáns egysnittesek. Én azt figyeltem meg, hogy azok a legérdekesebbek számomra, amikor a blocking, tehát a szereplők elhelyezése is változik az egysnittesen belül, és azt szerintem kb. Az összes jelenetben, ahol valaki megérkezik valahova, tehát hogy mit tudom én, a Sam Spade irodájában vagyunk, és akkor jön valaki, az mindig úgy néz ki, hogy a kamera akkor áll az ajtóra, megérkezik az illető, és akkor van egy, mit tudom, egy rövidke párbeszéd magában az ajtóban, aztán svenkelés egyik oldalra, és akkor az emberek is mennek a kamerával együtt, így a szobának a belső terébe, és helyet foglalnak, és ott zajlik egy ilyen túlsátba, egy ilyen kettes felvételbe a beszélgetés. És ez nagyon sokat megcsinálja John Huston, és ebben sosincs vágás. Tehát ilyen hosszú perceken keresztül látjuk a dialógusokat kibontakozni. De egyébként is tényleg nagyon sok az egysnittes. Ezen kívül, amit már nagyon sokat használ, azok az ilyen érdekes szögek. Tehát például ezt a gutment, ezt a rendszeresen ilyen alsó impozáns pozícióból veszi a kamera, hogy így még hatalmasabbnak tűnjön, mert még... Igen, ezt én elneveztem a jegyzeteiben Wilson Fisk kameraszögnek, hogy fogadásából, és így akkorával takasztja a Wilson Fisk, igen, csodálatos. Tényleg egyébként. És könnyen lehet, hogy ez volt az ihletője azoknak a későbbi életeknek, ahol tényleg így növeltek meg valakit. Mert itt nagyon szépen működik. Wilson Fisknek is simán lehet. Igen, tényleg. Tehát, hogy igen, megvan a nagy darab kicsit arisztokratikus, udvarias, de veszélyes ellenlábasnak a sztereotíp, nem is tudom, sztereotípiának az első megjelenése talán. Nagyon-nagyon hatásos egyébként ilyen szempontból, meg igen, hogy szóba került az is, hogy a Gutman úgy bukkan elő, hogy már beszélnek róla, tehát fel van vezetve, hogy úristen, itt van a kövér ember, egységbe forrasztja a Joel Cairo-t és a Bridget O'Shaughnessy-t. Szóval nagyon jó fel is van vezetve ilyen szempontból. Igen, és hogy tényleg ezek az alsó kameraszögekkel meg beállításokkal eléri a film azt, hogy ezek ilyen iszletesen impozáns, hatalmas figurák legyenek közben. Azt lehet tudni, hogy a Humphrey Bogart az egy alacsony kis csávó volt, tehát hogy nem egy ilyen hatalmas ikon, mint ami ennek a filmjeiben előttünk. Szerintem az a hosszúkás arca miatt... Volt a nagyon pici Peter Lorre-t vele szemben. Pontosan, tehát hogy így szerintem tipikusan az, hogyha a filmen kívül látnánk őket, akkor mindenki ilyen kis több szli lenne, még a Sidney Green Street se lenne ilyen hegyomlás, mint amilyennek elképzeljük. Csak egy Bogarthoz képest egy picivel nagyobb. De ugye szerintem ezt is eléri egyébként a film, hogy a maga Humphrey Bogartnak a kisugárzása, hogy ő tényleg egy ilyen larger than life figura, akár a Sam Spade, akár maga a Humphrey Bogart, miközben tényleg egy ilyen kis emberke volt annak idején. Lehet, hogy nem tudom, csak az, ami ez a fura hosszúkás fejével valahogyan nagyobbnak tűnik, de engem mindig meglep, amikor lehet, hogy már nem lep meg, de hogy mindig érdekes az, hogy melyik színészekről derülik valójában. Nálam alacsonyabbak valószínűleg, vagy így nem tudom. Egyébként én 1,70 lehetett körülbelül, csak ugye Hollywoodban azért szeretik, preferálják a magas embereket, a leading meneket. Én még azt akartam így megjegyezni, hogy hihetetlen, hogy mennyi, vagy csak így a színészeknek így ezek az ilyen részletei előkerültek, hogy
hogy hihetetlenül mennyi sztori van erről a filmről. Én elkezdtem utána nézni, mert hogy nem is csak feltétlenül az adás miatt, hanem tényleg érdekelt, hogy akkor most ennek mi volt a története, meg hogy hogy volt, és így rendkívül sok sztori van erről a filmről, ami szerintem zseniális, tehát tényleg ilyen sok-sok évtized után még így nagyon, nagyon nem is tudom, élénken... Jó dokumentált. Élénken, igen, ilyen élénk emlékez így az ilyen filmkészítés történetében, hogy ami nekem kifejezetten tetszett, hogy miközben ez egy ilyen igazi komor hangulatú, tényleg nem különösebben szimpatikus emberek története, hogy a forgatás az egészen ilyen vidám és lezser hangulatban zajlott a beszámolók szerint, ahol egyrészt ti említettétek azt, hogy sorban vették a jeleneteket, meg hogy a John Huston mindent előre megtervezett, akkor ez megmagyarázza, mert ezt én nem tudtam, én azt tudtam viszont, hogy ilyen nem tudom, ilyen pikpak meg lett a film. Tehát ezt több helyen említik, hogy Isten, igazából ez egy ilyen rendkívül problémamentesen elkészült film volt, és hogy volt idejük így tulajdonképpen a stábnak volt ideje így egymással lúgni. Tehát, hogy így a színészek így együtt vacsorázgattak, meg így a forgatás után még tudtak így egymással így tényleg privát életet is élni. Ja, szóval ez egy ilyen... Houston és a Bogart az rengetegszer együtt itták le magukat a sárga földig. Ezt még simán el tudom képzelni. Meg hogy többször előfordult állítólag, hogy látogatók jöttek a forgatásra, és hogy ilyenkor rendszeresen megviccelték őket, hogy voltak ilyen kódszavak vagy kódszámok, amikre a színészek én előre megbeszélt módon reagáltak, tehát, hogy nem tudom, egymásnak ugrott a Bogart, meg a Green Street, a Gutman játszó színész, vagy nem tudom, én úgy csináltak, mint a veszekednének, szóval egészen nem tudom, hogy mondjam, eléggé ráérhettek. Így. Tehát akkor a Máltai Solyom volt a 40-es évek Ocean's Eleven-je, és nem az Ocean's Eleven. Hát igen, simán lehet. Meg nem is tudom, tehát ugye ezek a... tehát az, hogy ugye ilyen cameo felbukkanása volt a John Huston édesapjának, tehát ezek mind olyan dolgok, amik ilyen megmaradtak, illetve az, hogy maga a film kellék, a Máltai Sólyom, az egy ilyen, azt hiszem talán ez egyik legértékesebb ilyen wow. filmes relikvia, és egyet a Humphrey Bogart eltört a forgatáson. Szóval így azt hiszem, talán három volt, és aztán csak kettő maradt, szóval magának a Máltai Sólyom kelléknek is egy ilyen egészen Máltai Sólyom története van, ha úgy vesszük, szóval csodálatos. Tehát, hogy ilyen hihetetlen összegekért ment ez egy időben, vagy akarták megvenni egy időben. Szóval szerintem ez is rendkívül szórakoztató. És igen, így gyakorlatilag az alkohol az állítólag eléggé, hogy is mondjam. Kulcs szerepet játszott így a filmen is, meg a filmen kívül is gyakorlatilag. Viszont nagyon bírom ezt az old Hollywoodot ilyen szempontból. Igen. Valahol, talán a Twitteren, hogy valahol láttam egy ilyen izét, hogy mindig felteszik a kérdést, hogy itt miért nincsenek ma már olyan barázdált arcú férfiak, sztárok, mint régen, és hogy erre két válasz van, az egyik, hogy régen ott volt a második világháború, meg az alkohol, és hogy meg hogy mindenki szénbányász volt gyerekkorában, tízévesen leküldték a bányába. Igen, egyébként ilyen szempontból pont a Máltai Sólyom szereplői, azok sajnos igen, ezt így igazolják, tehát a Humphrey Bogart az viszonylag fiatalon halt meg, rákban, vagy hát valami nagyon, na nem is rákban, de ilyen nagyon súlyos futakra látszik, hogy mennyire felkészült vagyok, mert az ezredikon dolgoltam, hogy azt hiszem, hogy kezdek ilyen Sam Spade antitézissé változni, tehát az biztos, hogy súlyos betegségek betől szenvedett, aminek gyakorlatilag az iszonyatos mennyiségű dohányzás és alkoholfogyasztás volt az oka. Ha Peter Lorre is igazából őse
hiszem, ilyen, te 60 éves se volt, amikor meghalt, szóval ez a fajta életmód azért megkövetelte a maga árát, de az biztos, hogy mindenkinek nagyon, nagyon filmnoáros külsőt és baritont kölcsönzött. De hát... Igen. Még egy fontosat akartam magával a rendezéssel, meg a filmnoárral kapcsolatban, hogy most, hogy így szóba hozza magát a műfajt, eszembe jutott egy, ami korábban megfogalmazott bennem egy gondolat. Film noir, mint kifejezés, az egy jóval később erre az egész zsanerre aggatott szó, de nem tudom, tehát így a 70-es években terjedt el az elnevezés, de azért annál korábban hangzott el először, csak akkor még nem divatja. Talán a 40-es évek végén már elhangzott ez a film noir valahol, de tényleg csak jóval később honosodott meg, vagy hát gyökeresedett meg. És de azt jelenti, hogy sötét film. És a tényleg sötétek ezek a filmnek, tehát vizuálisan is rengeteg bennük a fényány, kontraszthatás, erős a sötét, a fekete használata. És ez tényleg szerintem az is a német expresszionizmusból jön, nem csak Peter Lorre, de hogy szerintem ez totál olyan szituáció, mint nem is tudom, mondjuk, amikor így Tarantino magát ez ilyen Morricone-t kéri föl filmzeneszerzőnek, hogy megvan az ihletőforrása a rendezőnek, és akkor így ilyen easter egg jelleggel konkrétan az ihletőforrás magát beleteszi a filmbe. Mert hogy ezekben a filmben azért tényleg jelentős ez a vizuális prezentáció is. Tehát a film, a noir műfaj, még ha regényben is használjuk, akkor is a filmből kapja a nevét érdekes módon. Tehát hogy a detektívekre sokkal inkább jó az a szó, hogy hard-boiled, mert hogy ez már egy eleve korábban létező, meg kifejezetten regényre használható kifejezés, és a film noir az kifejezetten, a noir az kifejezetten filmből ered. Viszont nem tök fura, vagy tök tetszik nekem ez az ilyen folytonosság ebben az alzsánerben, amit így látunk a kínai negyedik, András, hogy már te is emlegetted a hasonlóságokat, hogy mennyire hasonló a két főszereplő, és szerintem is totál igaz, és hogy totál igaz az, hogy dekonstruálja Jack Nicholson karaktere a Humphrey Bogart karakterét, mert kijön az, hogy a Humphrey Bogart itt egy ilyen következmények nélküli antihős, és a Chinatownban, a kínai negyedben meg úgy látjuk, hogy egy-egy ilyen közönös nyomozó, hogy ez a közönös nyomozó ez azzal társul, hogy a hétköznapi életben egy baromi nagy seggfej. Tehát, hogy azt látjuk, hogy ez azzal jár, hogy azért ilyen ez a figura a nyomozás során, meg a klienseivel, mert tényleg egy iszonyatosan nagy bunkó. És egyébként meg az is egy kontinuitás a zsánerben, hogy konkrétan a kínai negyed is azzal kezdődik, hogy nem csak megjelenik egy nő, hanem megjelenik egy nő álnéven a film elején, és onnan kapja a megbízást. Viszont ami ott már a zsáner kibontakozásának egy nagyon fontos eleme, ugye itt még csak bontogatja a szárnyait a Mátai Sólyommal, hogy ott már a kínai negyedben már benne van az aspektus is, ami abszolút egy nagyon fontos építőköve a noirnak, hogy a nyomozás során az aprócska kis ügy az akkora méretűre duzzad, hogy kiderül, hogy egy akkora konspiráció van, amiben ez szinte már rendszer szintű a probléma. Tényleg, ezt tök jól mondod. És még egy dolog, hogy nem csak az van benne, hogy a John Huston ebben a filmben fölkéri a Peter Lorre-t, hogy az ihlető forrását felhasználhassa, hanem a kínai negyedben benne van John Huston, mint színész. és ugye ott ő játsza a Sydney Green Streetnek a még borzasztó változatát, tehát a legrettegettebb nagy darab fickó, aki mindenkinek az életét tönkreteszi. Úgyhogy ez is egy ilyen körbeér ez a dolog. Igen, de ez nagyon jó, hogy említetted ezt a táblatot, ami még itt nincs meg ennél a filmben, mert itt még igazából egy kaland sztori áll mögötte, ami inkább egy elvezett vitát a fosztogatóiba passzol, mint a későbbi noárokba, hogy itt egy ilyen zsákmányt kergetnek egyik kontinensről a másikra, és itt csak a kapzsiság az legfeljebb, ami ilyen átívelő, nem tudom, ilyen motívum, és aztán a noárnak a későbbi példáiban pedig tényleg rendszeresen előfordul az, hogy itt már politikai, társadalmi ellentétekre van kihegyezve a gazdagok, akik ugye elnyomják a szegény átlagembert, akiknek akaratlanul is a magánnyomozó lesz a képviselője, és akkor szembesül azzal, hogy megváltoztathatatlan ez a rendszer, vagy megdönthetetlen, mert egyszerűen a hatalmasságokat nem lehet
nem tudom, letartóztatni, vagy elkapni, de James Ellroy teljes életműve is részben erről szól, meg ugye az a gondolat is, hogy itt ugye a kis hal a nagy tengerben, aztán ez néha már ilyen politikai, vagy történelmi politikai szállal is egyesül, mint mondjuk a Budapest Noir, ugye a Kondor Vilmos regény folyama, vagy annak a nem tudom, ilyen ihletője a Berlin Noir regények a Philip Carr-től, ahol már ugye náci Németország, vagy a fasizáltó Magyarországon játszódik, és akkor ott még explicitebb az, hogy a hatalom meg az átlagember viszonya, hogy ez tényleg teljes egészében hiányzik szerintem a Máltai Sólyomból még. Talán a rendőrök alakjában sejlik ez fel, ahol igazából a rendőrség egy kicsit ilyen fenyegető jelenlét, de közben meg két rendőrünk van a történetben, akik ismerik Spade-et, tehát igazából nem tűnnek annyira veszélyesnek, de azért rendrott lebeg, hogy a Spade sem véletlenül akarja, hogy valaki... Tehát a klasszikus, tehát az előbb már megidézett utolsó nagy jelenetben a Bridget és a Spade között, ott többször elmondja, hogy nem leszek az áldozat, nem fogom én elvinni a balhét. Tehát így ez kifejezetten azt is jelzi, hogy hát ha a rendőrök nagyon akarnák, akkor valószínűleg lehetnének veszélyesek. Tehát itt már felsejlik, hogy a rendőrség az nem a magándetektív barátja. Ez később aztán Marlónál lesz kifejezetten markáns, ahol nagyon sokszor pont a rendőrökkel gyűlik meg a baja, többet akadályozzák, mint amennyit segítenek, ellenséget látnak benne. Tehát ez is egy ilyen noir toposz lesz később, hogy a rendőrség az ugyanolyan korrupt tud lenni, mint a politikusok, vagy hát a politikusok zsebében van, és mi a politikusok korruptak, ezért nyilván a rendőrség sem lesz egy tiszta szervezet. Itt én úgy gondolom, hogy itt csak felsejlik ez még, az is lehet, hogy csak én látom bele utólag, ezt így a noirok felől visszanézve. Ja, de egyébként egy ilyen nagyon gyorsan lezavart patronos szótáradás helyett ide gyorsan definiáltam magamnak ezeket, és tényleg félig elolvasott Wikipedia szócikkekből táplálkozik az információ, de hogy így van regényes noir, természetesen az irodalmi fogalomként is létezik a noir, csak a Wikipédia külön választja a film noir-tól teljes egészen, még az eredetét is a két dolognak. Viszont tényleg krimi műfaj, vagy a bűnügyi műfajon belül van ez a könyves noir, csak az irodalmi noir-t azt úgy definiálja a Wikipédia, hogy abban nem feltétlen nyomozó a főhős, meg abszolút az tényleg a hardboiled. És ennek a regényes, vagy a irodalmi noir-nak az a jellegzetessége, hogy ez a rendszer szintű korrupció megjelenik feltétlenül, illetve hogy a főhősök bizonyosan elbuknak, vagy eleve valamilyen gyökeres hibával rendelkeznek, tudod, ami előrevetíti a későbbi bukásokat, és már eleve áldozatai a rendszernek, tehát az is lehetséges. És akkor a kettő együtt lesz majd a film noir, de hogy igazából a 40-es években alakul ki a regény noir, tehát a hardboiled az jóval korábbi, az 20 évvel megelőzi az egészet. Igen, pontosan ezt egyébként is akartam mondani, hogy most ugye kifejezetten noir tematika kapcsán beszélünk a Máltai Sólyomról, de ez itt tényleg a filmre vonatkozik, mert a Hammett féle eredeti regény az még, hát az pulp, tehát az a Black Mask című krimi pulp magazinban jelent meg, ami egyébként egy ilyen műfajteremtő publikáció. Annyira elolvasnám azt a magazint. Egyébként szerintem el lehet mert ugyanezt a szerepet játszotta többek közt például a Weird Tales a fantasztikus zsánerben, és a Weird Talesnek például fönn vannak beszkennel teljesen legálisan, legalábbis úgy tudom. Nem, akkor csak hallottam róla a nagybátyám szobatársától, természetesen. Szóval én úgy tudom, hogy ezek fenn vannak, és egyébként a Black Masknek van hivatalos oldala is még a mai napig. Szuper. És a Black Mask az ott indult, például Raymond Chandler is, vagy akár Earl Stanley Gardner, aki Perry Mason-t adta, és ezek folytatásokban megjelenő pulp sztorik voltak. Tehát, hogy ezeket nem a... Nagyon, nagyon érdekes ez, hogy ezeket nem a
nem az örökké valóságnak írták ezeket a sztorikat. Tehát, hogy bármennyire is azok lettek, és hogy a Raymond Chandler például ugye mindig előjön, mint hát, hogy annak a példája, hogy ami valaha lenézendő ponyva volt, az évtizedekkel később pedig az amerikai, vagy hát akármelyik ország irodalmának lehet egy ilyen sokat idézett és sokat tanulmányozott darabja. Tehát, hogy akkor ez még nem noir volt, hanem ez pulp, kőkemény pulp, de hogy tényleg volt benne valami, ami kiemelte a kortársai közül, hiszen megmaradt. Nem tartom egyébként egyáltalán lehetetlennek, hogy például a film volt az, ami hát így halhatatlanná tette. De az biztos, hogy egy, nem is tudom, nagyon markáns stílust alkotott, és innen aztán sokat idézett Chandler jött. Ő nála Marlowe már sokkal kevésbé ellenszenves. Tényleg nem szívesen használom ezt a szót, de szerintem Sam Spade tényleg nem egy kellemes figura. Tehát, és egyébként ilyen szempontból tényleg a cinikus cserzett arcú hardboiled főhősnek a toposza, őket nem kell szeretnünk. De Marlowe-nál egyébként végig megvan az, hogy Marlowe az ugyanez, de mivel ő ugye elmeséli a történetét, azért őt tudjuk, hogy neki benn vagyunk a fejében. Ellentétben Sam Spade-del, akinek nem tudjuk, hogy mi zajlik a gondolatai között. És hát Marlowe-nál azért tudjuk, hogy ő azért kicsit az esendő lovag. Tehát igen, így mindig rosszul jár, mindig megverik, vagy hát ha nem megverik, akkor nem tudom, elkábítják, nem tudom én, kínos helyzetbe hozzák, és a végén valahogy mindig az lesz a vége, hogy többet bukik az ügyön, mint amennyit nyer, de az igazság érzete nem hagyja, hogy feladja. És ez, ami a Sam Spade-ben már megvan, ha sokkal önzőbb módon is. Ugye nem hagyhatom meg bosszulatlanul a társam halálát, igen, mert ez a mi becsületkódexünk, de nem hangzik el semmi arról, hogy ez neki, hogy ezzel egyetérte vagy sem. Igen. Meg ennél a filmnél szerintem még az is érdekes, hogy ezt is már szerintem elhangzott az adásban, csak itt akkor még a végén érdemes még egyszer kiemelni, hogy ahogy mondod, hogy van ez a cserzett lelkű, arcú, kegyetlen és pokróc, nehezen szerethető figura, mint a Sam Spade, és szerintem ebben a filmben azért tud egy fokkal mégis talán rokonszenvesebb lenni, mert hogy egyrészt ilyen bőbeszédű, tehát nem az a szófukar sztoikus figura, hanem hát szeretne beszélni, már csak azért is, amit elmondtunk, hogy így rengeteg dialógot kellett elmondatni a színészekkel, meg hogy a Humphrey Bogart iszletesen jól érzi magát a szerepében, és hogy egy csomószor elneveti magát. Tehát azért ezek az ilyen komor, szikár magánnyomozók nem szoktak mindig ennyit nevetni, és nekem egy kedvenc pillanatom az egész filmben, amikor a Cairo így fegyvert ránt rá, és mondja, hogy most akkor átkutatom az irodádat, és akkor a szokott már sokat emlegetett egy együttéses módszeren lefegyverzéssel veszi a pisztolyát, leüti, utána még megvárja, amíg felébred, akkor még társalognak egy sort, és akkor miután egyességre jutottak, hogy jó, akkor a Cairo felbéreli őt, tehát hogy konkrétan munkatársak lesznek, és akkor a Cairo ilyen nagyon kis kedvesen, a kis megnyerő modorában mondja, hogy jaj, egyébként visszakaphatnám a pisztolyomat? Persze, odaadja a kezébe, és a Cairo rögtön újra ellene fordít, és szó szerint elismétli az elején, amit az elején mondott, hogy na most akkor pedig szeretném átkutatni a szobáját, ami szerintem iszonyatosan vicces. És hogy ezt a Sam Spade meg a Bogart is ilyen iszonyú viccesre fogja fel, meg elröhögi magát, és hogy persze, tessék. Tehát egyszerűen megnyeri magának a csávó ezzel a teljesen nonsense, abszurd reakciójával. Szóval szerintem ezek az ilyen humoros pillanatok, ezek sokat hozzátesznek ahhoz, hogy igen, ellenszenves figura a Sam Spade, de mégis nagyon meg tudjuk szeretni, ha másért nem azért, mert hogy ennyire élvezi azt, hogy ő magánnyomozóskodik. Igen, egyetértek. Sokkal nehezebb megszeretni szerintem, mint Philip Marlowe, de igazából én talán megszeretni szót nem is használnám, inkább ebben a történetben még mindig ő a legszimpatikusabb, talán így fogalmaznék. Vagy szórakoztató egyszerűen. Vagy legszórakoztatóbb, igen. Szimpátiát így félre is tehetjük. Ez jó. De nekem még egy fontos kérdésem van hozzátok, hogyha más nem maradt benne. De még egy dolgot még muszáj, egy apróságot még beszéljünk ki.
Mire gondolsz, Péter? Lehet, hogy az utolsó mondatra. Ja, akkor ja, nem, az igen, tényleg az utolsó mondat. Igen. A végső nihilista tördöfés. Igen. Igen. Egyébként azt hozzá kell tennem, hogy valójában nem az az utolsó mondat, bár ez ugye legendásan így híresült el. Hát azért nem, mert utána az ott levő rendőr azt mondja, hogy hö? Tehát valójában az utolsó mondat, de ne legyünk szőrszálhasogatók. Nyilván viccből mondom, de hogy valójában tényleg a... Már azt hittem valami post-credit színről lemaradtam. Nem, csak nagyon vicces, hogy tényleg ez így van valóban, hogy az utolsó mondat. Bocsánat, csak hirtelen eszembe jutott erről a post-credit színpoénról, hogy annak idején mennyire könnyebb dolga lett volna a Marvel mozi nézőknek, hogyha 40-es években vannak jön divatba ez a post-credit szín, mert akkor egy The End feliratot kell csak kivárni, igen, és van teljes támasztás. Igen. Igen, szóval ez egy ikonikus mondat, ami egyébként nincs benne a könyvben, tudtommal. Én is ezt olvastam. Ez kifejezetten a filmbe íródott. Sőt, a Bogard javaslatára került beállítólag. Ezt nem tudtam. Yeah. És azt hiszem, hogy egyébként ez a viharban van benne Shakespeare-től. Igen. Tehát, hogy arról van szó, hogy még összenéz az egyik rendőr és Sam Spade így a sólyom, vagy hát a Máltai sólyom szobra felett, és akkor arról van szó, hogy ez miért ennyire, hogy mi ebben ennyire értékes, vagy mi ez a cucc. És ő csak annyit mond Sam Spade, hogy the stuff that dreams are made of, ami valóban így a viharból egy idézet, és hát igazából ugye ezt is nagyon sokféleképpen lehet értelmezni, meg is teszik sokan, hogy valójában ugye csak arra vonatkozik, hogy nem tudom, hogy ugye ez hamis, vagy arra, hogy az egész csak egy illúzió, vagy tehát, hogy nagyon jól elmeditálnak rajta az elmúlt 80 évben, hogy mennyi mindent lehet így beleolvasni. De egyébként a McGuffin-nak a definíciója ez a kifejezés. Pontosan, nekem pont ezt tetszik, hogy tökéletesen benne van ez, hogy igen, ez volt a film címadója, a főszereplője igazából, és valójában teljesen egy illúzió. Tehát sose ez volt a lényeg. Igen. Meg ugye az érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy a Warner Media-nak, miután a Discovery felvásárolta, az új logójának ez lett a tagline-ja, hogy the stuff that dreams are made of. Jaj, ez azért így... Igen, hogyha a cínikus értelmezést teszik, az kicsit kellemetlen. Igen, tehát és sajnos ezután a film után nem tudom nem cínikusan értelmezni ezt. Tehát, hogy, nagyon félre ment. Tehát, hogy vagy rendkívül önirónikus. Viszont érdekes, hogy a Warner Media nem tud elszakadni a Humphrey Bogart Cinematic Universe-től, mert az a klasszikus logó, amikor ilyen ilyen hullámosodik a kép, és akkor egy ilyen stúdió lotot látunk. A filmek elején, az meg ugye a Casablancának, a híres dollárnak a taktusaira kezdődik. Tényleg. Most, hogy mondod valóban? Hát igen, a Humphrey Bogart igazából a karrierének a fénykora, tehát ez a 40-es éveket azt a Warnernél töltötte, igen, és neki szállította a legendásabbnál legendásabb filmeket, úgyhogy nem csak. Ja, hát a Casablanca már aztán 42-es rögtön. Igen. Ja, és egyébként azt is meg akartam, hogy gyors záró trivia, hogy John Huston és Humphrey Bogart közös filmográfiának, és utána néztem, és 1, 2, 3, 4, 5 filmjük van együtt. Uh-huh. Ez szép. Igen, a Sierra Madre Kincse, az a következő közös produkció, ugye a kettő között volt egy második világháború, ami miatt filmeken dolgozott a John Huston. Inkább az ötből azt hiszem kettőt csak írt Huston, de ja, azért így is. Meg azt hiszem talán a The African Queen is közös produkció, de... Abban nem vagyok biztos, azt nem tudom. Abban én sem. Jó, hát nekem akkor még egy kérdésem van, mielőtt megbeszéljük, hogy akkor jövő héten milyen új filmmel fogjuk várni a hallgatóinkat. Egy nagyon fontos kérdés, Viktor Edésztéket kicsit váratlanul fog érni, de hogy a podcastünk egyik alapköve és egyik legfontosabb filmje, aminek különadást soha nem szenteltünk, de most már úgy hozzánk tartozik, az a Fast and Furious franchise-nak a Hobbs and Shaw című spin-offja, ami kapcsán
egy viszonylag új keletű visszatérő, nem tudom, robot, vagy legalábbis kérdés az, hogy melyik az adott filmünknek melyik szereplőivel, melyik párosával, vagy akár több szereplőivel tudjunk a leginkább elképzelni egy spin-offot. Úgyhogy át is dobom rögtön Liptonnak először ezt a kérdést, hogy te melyik szereplőket ragadnád ki a Máltai Sólyomból, hogy egy külön filmmel ajándékozz meg őket, ami méltó a Hobbs & Shawhoz. Hát én egészen biztosan biztos, hogy Joel Cairo lenne az egyik, tehát szerintem Joel Cairo megérdemelni ezt, és hát egy ideális világban Mary, vagy hát Bridget O'Shaughnessy-vel lennének egy ilyen egymást folyamatosan szivató szélhámos páros, de Isten igazából tételezzük fel, hogy a történet szerint ő börtönbe megy. Tehát szerintem Gutman és Cairo az úgy adja magát, hiszen a történet végén együtt indulnak Isztambulba. Tehát ez a Máltai Sólyom visszatér, Máltai Sólyom lánya, vagy hasonló címen, ebből így szerintem így lehetett volna valamit. A Joel Cairo biztosan, és szerintem ha sztorihoz akarok hű lenni, akkor Gutman, ha pedig az álomkasztingom lenne, akkor Bridget O'Shaughnessy és Joel Cairo próbálnak így átverni embereket, és ebben egyébként valószínűleg felbukkalt a Gutman is, akit megpróbálnak átverni, de ő már megpróbálja őket előre átverni, tehát valami hasonló szintű történet kerekedne, mint ebben a filmben, hogy nem tudjuk összefoglalni a plotot 5 percben sem. Igen. Ja, hát tényleg Joel Cairo kihagyhatatlan egy ilyen spin-offból, az biztos. Én lehet, hogy ilyen funny sidekicknek mellé tenném a Wilmert. Wilmer egy kicsit sótlan, hogy maximum annyi lehetne szerepelni, hogy leütik, vagy elveszik a fegyverét neki is. Hát tehát, igen. Hogy... Igen. Nem, az igen, ez nem a Hobbs & Shaw spin-off lenne, ez nem tudom. Hobbs és a no-name karakter a Fast and Furious 8-ból, akin egyszer nevetünk. Igen. Nekem is ezek jutottak eszembe természetesen, ezek a legjobb verzió. De hogy nekem most hirtelen beugrott, hogy mi megnéznék akár egy olyan spin-offot is, ami a Bridget O'Shaughnessy és a Floyd Turbinek a közös története. Aha, tényleg, egy prequel, igen. Mert ott be lehetne dobni, hogy a Floydot, ahogy beszéltünk az adásra, egyszer se láttuk Floyd Thursbyt, tehát hogy lehetne egy ilyen, valamelyik stunt casting is lehetne. Szupermenő, nem tudom, 40-es években fiatal színész, nem tudom, akár nem tudom, Robert Mitchum, vagy nem tudom, Montgomery Clift, valamilyen iszonyatosan menő színészt így megtalálni a 70-es évekből, akivel így össze lehet dobni a Mary Esther-t. Nagyon jó ötlet. Igen, abszolút támogatnám ezt is, támogattam volna. Azt akartam mondani, hogy egyébként valamelyik ilyen trivia oldalon olvastam, hogy bár ez csak egyetlen egyszer, tehát ezt még pár helyen örültem volna, eszembe jön, hogy biztosabb legyen, de az egyik trivia oldal szerint egyébként majdnem volt folytatása hivatalos. A Warner megkereste a Dashiell Hammettet személyesen, hogy írjon egy folytatást, mivel nagyon sikeres volt a film, de a Dashiell Hammett annyira sok pénzt kért, hogy a Jack Warner azt mondta, hogy akkor ezt hagyjuk. Wow! Mindenki boldogabb lehet. Egyébként valószínűleg jobb ez így, de egészen vicces, hogy tényleg a Warner Film Studio akkor még egy szemébe fejje Jack Warner, az így, akkor még igazából így valószínűleg még igen, sokkal kisebb összegek tűntek, sokkal hatalmasabb, pofátlanul drága Igen. Honornak, mint manapság. Ez tényleg nagyon igaz. De vagy azt egy gyors korrekciót akartam, csak hogy rájöttem, a rossz listát néztem, tehát 6 közös filmje van Bogarnak és John Hustonnak, amit John Huston rendezett, plusz 2 van még, amit írt, és ebből egyébként, amit tényleg benne van a African Queen, ezen kívül a másik nagyon híres, ez a Sierra Madre kincse. Tehát az African Queen, a Maltese Falcon és a Treasure of Sierra Madre mind a 3 AFI ezért top 100-as. Szép teljesítmény. Plusz a Casablanca, csak hogyha csak Bogartot nézem. Nagyon durva. Egyébként még szintén közös filmjük a Key Largo, azt nem láttam szintén, de az is egy ilyen viszonylag ismert közös híres film. Szóval elég komoly, csak az ő közös produkciójuk.
Jól van, hát szerintem alaposan kibeszéltük a Mátai Solyom minden létező iterációját. Szerintem is. Szerintem nagyon, is. Nagyon szépen köszi Viktor. Kivéve a plotot. Amit végül is kibeszéltünk, csak ember legyen a talpán, aki átlátott rajta, igen. Pontosan, úgyhogy köszi, hogy átvállaltad ennek a hálátlan feladatot. A hálátlan szerep egy részét, igen. Lehet vagy kommentben írni, hogy hát eljön a podcastbe, és el se tudja összeset ugye foglalni, hogy miről szól, és de kell nézni a filmet. Egyébként igen. Viszont akkor jövő héten megháláljuk neked ezt az heroikus erőfeszítést és fáradozást, és megnézzük veled az egyik all-time kedvenc filmedet. Ne lesz a hallgatóink előtt, hogy melyik film lesz az. El is mondhatom, vagy csak ilyen titokzatos utalásokat tegyek rá? Nos, nem szakadunk el a noir tematikától. Azt a filmet fogjuk kibeszélni, ami nekem tényleg az egyik legkedvencebb filmem. Számtalanszor láttam számtalan verzióját. Az egyetlen egy olyan film, aminek a plakát replikája a falamon lóg, és ez pedig a Ridley Scott féle Blade Runner. Szuper. Nagyon király. Tényleg nem vagyunk messze a noir-tól. Mi narrációt is kapunk, ha jól emlékszem. Hát attól függ, melyik verzióban, ugye? Ja, tényleg. Érdekes, ez a 82-es, tehát akkor 1941-es a Matisse Falcon, uh-huh. 41 évet ugrunk előre, és akkor uh-huh. Wow, az már majdnem neo-noir. Így van. Nagyon szépen fogja hozni a noir kliséket egyébként. Nagyon várom, hogy beszéljünk róla. Főleg így a Máltai Sólyom felvezetése után. Ja, jó, érdekes lesz összehasonlítani egyébként. Igen, határozottan. Köszönöm szépen a meghívást, én nagyon-nagyon élveztem erről a filmről beszélgetni veletek, és hát köszönöm, hogy pótolhattam ezt a vakfoltomat, mert valószínűleg idővel rátértem volna, de hát így is azt mondom, hogy túl sok ideig tartott ez az életemben ez a hiány. Szóval köszönöm a lehetőséget. Hát én is köszönöm, mert én is most néztem meg először. Nagyon szuper. Jó van, akkor jövő héten visszatérünk a Szárnyas Fejvadász hasonlóan méreható átbeszélésével. Addig is, Viktor, áruld el a hallgatóinknak, hogy hol követhetik mondjuk a munkásságodat, akár valamilyen közösségi médiá, hogyha még használsz ilyeneket, vagy... Hát, használok, meg is próbálom lebetűzni, bár viszonylag csendes üzemmódban vagyok mostanában, de ez bármikor változhat. Twitteren vagyok, megtalálható a Brainoise, Brainoise Z-vel, nagy véletlen is könnyű legyen megjegyezni. Ott szoktam így megosztani nagyon sokszor egyébként noáros tematikájú dolgokat, és néha fordításokat követek még el a mai napig, ezért különböző antológiákban, például Andrással nagyon sokszor közösen szerepelünk, szóval nem vonultam vissza teljesen a fordítástól sem, és mellette pedig a játékiparban dolgozom, tehát hogyha Neocore Games magyar stúdió játékait valaki a gépére telepíti, akkor azokban találkozhat a munkásságommal. És próbáljátok ki, és javaslom, hogy tegyetek velük próbát, mert nem fogtok meglepődni, vagy meg fogtok lepődni, de nagyon jó van megírva. Jaj, hát nagyon szépen köszönöm, meg a stáb nevében is. És nem, van olyan, ahol kifejezetten erős a noir hangulat, csak hogy így visszakössek még ide. És a noir nagyon sok mindent meghatároz az én életemben, szóval... Tök jó. Szóval ez egy ilyen visszatérő elem. Nagyon jó. Nagyon jó. Akkor erről mindenképpen kifaggatunk jövő héten. Rendben, állok elébe. Minket pedig podcastileg megtalálhattok egyrészt a Twitteren is, a Vakfolt Podcast címszó alatt, de jóval aktívabb a Facebookon a Vakfolt társalgó, a Facebook csoportunk, ahol különböző kommentsorok és vitatémák és az egyes adások alatti beszélgetések is tudnak bonyolódni, nagyon jó kis közösséggel, úgyhogy ott várunk mindenkit szeretettel. Vakfolt Podcast társalgó, üssét ebbe a keresőbe, csatlakozzatok! Illetve aki még a heti egy adásnál többet szeretne hallgatni tőlünk, azokat pedig a támogatói oldalunkra, patreon.com/vakfoltpodcastre tudjuk irányítani, ahol havonta általában 4
vagy 4 plusz adással jelentkezünk, ezek mind bónuszadások, vannak köztük ilyen kötetlenebb beszélgetések, kibeszélők, vannak régebbi klasszikus filmeknek az átbeszélései, vagy éppen egészen új, friss mozi élményeknek, vagy streaming élményeknek a kitárgyalásai. Dűne! Abszolút Dűne extravaganza, amit garantálni tudunk. Úgyhogy, még egyszer, tehát patreon.com/vakfoltpodcast, ne felejtsétek el, hogy ezt üssétek be, és érdemes csatlakozni a támogatói közösségünkhöz, mert tényleg rengeteg bónusztartalmat gyártunk oda is, és hogy harmadszorra is elhangozzon, mert csak úgy rögzül a memóriába, patreon.com/vakfoltpodcast. A rendes adásainkat pedig megtaláljátok az összes létező podcast szolgáltatón, vagy a Spotify-on, vagy a YouTube-on, tehát tényleg nagyon sok helyen, vagy a honlapunkon a vakfoltpodcast.hu-n. Uh-huh. És téged, András, hol lehet követni? Engem is a Twitteren a legkönnyebb, a Gains alsóvonás, G-A-I-N-E-S, és egy alsóvonás van a végén. Téged, Péter? Engem is ott érdemes, bár már ott sem nagyon. twitter.com/freevo, L2 E-vel és O-val. Igen. Úgyhogy, ja, én máshol nem is nagyon publikálok. Hát ezen kívül még a Letterboxdon szuperfilmes gyűjtő oldalon szoktuk logolni, és néha véleményezni a általunk megnézett filmeket, vakfoltosokat és egyebeket, úgyhogy ott is érdemes megkeresni minket. Lehet például puskázni, hogy mit fogunk valószínűleg közelebb kibeszélni a podcastban. Igen. És akkor most elköszönünk Humphrey Bogarttól, Dashiell Hammettől és a Mártai Sólyomtól, üldözzük tovább majd még több tucat évig. Igen, de nem búcsúzunk el egy másik madaras, vagy szárnyaló lényes Noártól. Pontosan. Csodálatos, csodálatos átkötés. Egy más anyagból behozott madárral visszatérünk, és természetesen Viktorral jövő héten. Várjuk viszont titeket, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!